uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A Róza Gyurival megjelent egy érdekes hír. Nem akar a kedvesével összeköltözni. És ők ugye együtt vannak állítólagosan, de hogy nem költöznek össze. És azért nem költöznek össze, mert hogy mindenkinek jó így maga a külön élet, ahogy éldegélnek. Esküvőt sem tervezik még, külön lakásba laknak. És úgy este találkoznak, igen, együtt vannak, de utána vagy ott alszik valaki valakinél, de senki nem hajlandó föladni a saját egyéniségét. Mindketten éltek már házasságban, és egy fedél alatt nem akarnak lenni folyamatosan a másikkal. Hát ez a jól működő hosszú távú kapcsolat lényege, nem? Hogy kevés eltöltött idő, és az éjszakák külön, vagy külön szobában, vagy külön lakásban, igen? Ettől működik jól? Hát mondjuk mi egy picit szerintem felében rácáfolunk erre a dologra, most már elég régóta együtt vagyunk a párunkkal, de szerintem egyébként ez működhet jó hosszú időn keresztül. Ez jótékony hatással van egy kapcsolatra. Nagyon sokan hisznek például külön hálószobába is. Ez is ugyanaz, csak kicsit messze van a két hálószoba. De ezt hogy kell elképzelni, hogy együtt vannak, de hazamennek, nem? Szerintem ez egy baromi jó dolog egyébként. Így, ha 60 fölött mondjuk, igen, hogy nem akarsz már valakivel összeköltözni, nem? Ha megtartod a saját szabadságodat, és egész egyszerűen külön mozogsz. Igen, nem? Nyilván van egy életed, 60 éves korodig beégett egy csomó minden, hogy te ide teszed a szennyest, a mit tudom én, és jön valaki, akkor az minek szóljon bele? Igen, szóljon, akkor, persze. Szerintem akkor már nem szívesen változik, meg nem is nagyon tud változni már az ember ennyi időskorban. Fiatalabb korban kicsit nehezen tudom elképzelni, tehát hogy két 20 éves összeszerelmesedik, vagy 25 éves, és még sokáig így élnek, hogy külön lakásban, de erre is van példa. Hát igen, először lehetett 7-szer akarnak együtt aludni, aztán már csak 6-szer, 5-szer, 4-szer, utána meg már rájön. Mi vezet oda, hogy valakivel együtt érzed egy idő után külön akarjál lenni? Tehát például a külön hálószoba az már egy lépcső ahhoz, hogy előbb-utóbb külön költözzetek, ha megtehetitek például? Szerintem igen. Tehát amikor már az alvás fontosabb, mint az, hogy együtt legyél valakivel, nyilván az van, hogy mondjuk apa horkol, vagy anya, és ezért apa vagy anya nem akar vele aludni, ekkor külön hálószobába alszotok. Vagy mondjuk az egyik éjjeli bagoly és hajnali 2-ig olvasna, a másik meg 11-kor már alszik. Hogyha azt mondod, hogy ezek fontosabbak, mint az, hogy te azzal legyél, hogy együtt legyél, szeretsz, igen, akkor az ott kis eltávolodást én érzek. Hogy akkor külön mentek. Nem, külön vagy lehet, hogy ez a praktikus. De egyébként lehet, hogy ez meg a jó megoldás, mert ettől maradsz együtt a másikkal hosszú ideig. Hogy figyelembe veszed azt, hogy figyelj, te olvasol hajnali 2-ig, én meg aludnék, akkor aludjunk külön, de szeretlek. Hát már ha hangosan olvasol, akkor nyilván zavaró lehet. És a lámpa? Hát a lámpa igen. vagy ha ilyen látó szemüvegben, akkor meg kevésbé zavaró. Biztos az összeköltözésnél azért vannak ilyen nagy meglepetések, nem? Amikor valakivel úgy költözöl össze, hogy mondjuk 3 hónapot jártok, nagy a szerelem, kicsit vak is vagy, és aztán ez csak megtörténik a nagy összeköltözés. És beállít hozzád. És akkor jössz rá, hogy milyen rigójái vannak, hogy milyen szokásai vannak, hogy mit csinál, hogy mennyi budipapírt használ. Az első közös ébredés. Igen, hogy rendszeresen... Gyűrött arccal, táskás szemekkel. Rendszeresen használja a fogkefét, vagy nem. Igen, a közös ébredés is, ami ugye kiábrándító, de inkább arra gondolok, hogy amikor két ember összeköltözik, ott azért vannak nagy csapások, amikor rájössz, hogy a másiknak milyen fura szokásai vannak, vagy mondjuk, ha te beengedted a saját lakásodba, vagy te mentél be egy másik lakásba, akkor ott azért adhatok ott az összezördülés, amikor két ember elkezd összecsiszolódni, nem? Az mindig egy izgalmas fázisa a kapcsolatnak. Hát igen, nekem, megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nagy megdöbbenés volt például annak idején, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy a hölgyek picit többet járnak ki a mosdóban, mint az urak, mert sokkal gyorsabb ugye a kiválasztásuk, és hogy a kis dolgokat sokszor végzik el. És én azt gondoltam, hogy ez valami urológiai problémára vezethető vissza, de aztán nem. Aztán kiderült, hogy nem. Hogy ez így természetes, hogy ők egyszerűen többször járnak vécére. De meglested, vagy hallgatóztál, hogy mit csinálok még? Hát, hogy meg lecsak az egy jó. Oda mentél négy kézlábig. Érted. Tehát, hogy például ez.
Például ez. Tehát, hogy amíg én itt tudom, hogy volt, hogy egyszer vagy kétszer mentem ki egy nap, akkor azért a lányokhez inkább sűrűbben fordul elő, mint gyakorlatilag. Ez idegesített téged? Hogy már megint, hát őszintén szóval igen. Megint a vízpazarlás, megint az a papír. Ja, igen, ráadásul érted. Most miért nem egy víz, miért nem egy vízbe, vagy egy öblítéssel, vagy akkor a nap végén öblít. Volt még ilyen nagy csodálkozás nektek, amikor így összeköltöztetek csajjal régen, ugye mindenki élt azért együtt nővel, mielőtt mielőtt férfi mielőtt a labráncra verték. Mielőtt aláírta a papírt. De hogy azért azok nagy meglepetések, nem? Az az érdekes benne, hogy az igazi meg, tehát nem is akkor jön, mert ha szerelmes vagy és összeköltözöl, akkor minden mindegy. Most nem mondja nekem senki, hogy 28 évesen összeszerelmesedsz valakivel, összeköltöztök, és akkor számít. 2 hónap múlva számít. Meg egy amikor fél, már múlik a lilakörd? Meg egy fél év múlva, amikor elkezdesz gondolkozni, hogy basszus, miért is? Miért nézem én a barátok közt? Vagy bocsánat, nem azért, tehát, hogy mert van egy ember köztünk, aki azért nézi. Hát az még hagyjál, érten. Hogy a barátok köztet néz. Azért szerintem az nem ilyen rigójára gondolok, hogy barátok köztet néz. Most az mit néz a tévében? Nem. Tehát rájössz, Pitami, hogy nem használ fogkefét. Jó, hát az baj. Vagy rájössz arra... Ne fogsemet használj érte, vagy semmit. Vagy nem, egyszerűen azt veszed észre, hogy összeköltöztetek, és ő például nem hoz magával fogkefét, és ott jössz rá, hogy úristen, tudod? Aha. Tehát, hogy nem mindenki úgy költözik össze, hogy baromi nagy a szerelem, lilaköd van, és tök mindegy, hogy mit csinálja. Jön, csak azt mondta, hogy jó, hát gyere, átpróbáljuk meg az együttlakást. Hú, az összeköltözöl valakivel úgy, hogy mit tudom, én este fekszel az ágyban, és azt mondom neki, nem volt ilyen, tehát nem saját élmény, nem akarsz elmenni zuhanyozni? És mondja, nem. Van meleg víz. De van meleg víz, nem mész, nem. Nézd, bolyat. Tegnap se zuhanyoztál. Hát jó, hát tegnap se zuhanyoztál, nem, majd hétvégén zuhanyoztál. Érted, én az ilyen nagyobb csapásokra gondolok, amikor valami olyanra jössz rá, ami egész egyszerűen, és akkor meg kell neki mutatni a boilert, igen, meg kell neki mutatni, hogy hol van a melegvíz, meg stb. Nekem volt egyszer egy olyan barátnőm, akinél arra kellett rádöbbennem, hogy nincs túl sok ruhája, vagy pedig azt az egyet nagyon szereti. Mert hogy így minden második alkalommal egy ilyen egyébként nagyon helyes csaj volt, csak hogy mindig ilyen vékony farmer ruha volt rajta. Aha. És először úgy nem tetszett, de jó, most is azt vette föl, az milyen jó, hát jól áll rajta, hát vegye fel. Milyen szexi. Hát de tényleg, hát és most így harmadszorra vette föl, most már egy picit fura, de hogy így negyedszer, és aztán így kiderült, basszus, mindig tök ugyanaz volt rajta. És ilyen egy idő után már kezdett, így tudod, ilyenkor azért elkezdesz gondolkodni rajta, hogy nem lehet, hogy akkor egy picit más picit területeken is. Igen. Köszönöm, Feri, hogy kimondtad. Este észrevetted. Mondom, tette bár szegény. Igen. Este észrevetted, hogy a te fogkefédet használja. Igen. Vagy az igen. Se. Kérdően nézett az Tehát, hogy azért ez kellemetlen tud lenni. Ez kellemetlen tud lenni egy idő után. Ezek a, vettél neki ruhát, az nem te vagy, mit csináltál? Adtál neki, azért mondom. Köztes az anyja. Ez már régen volt, érted, nem is volt saját keresetem. Vágtál neki valami használt rotírtörő közülben? Nem volt ösztöndíjam. De akkor mit csinálsz, megmondod? Tehát ott ülsz, már együtt összeköltöze valakivel, mondjuk nincs lilaköd, és finoman elkezdett fölhívni a figyelmét arra higiéniai szabályokra, vagy mit tudom én, csak mit tudom, papuccsal megy be az ágyba, vagy éjszaka nem veszi le a zokniát, tehát nem akarok nagyon belemenni itt a... Igen, de az volt az ágyba, tehát zokniba alszik, és rájössz, hogy egy palival vagy együtt, és most hogy mondd meg neki, hogy mondjuk ő zokniban alszik, és egy olyan palival költöztél együtt, aki zokniban alszik, de vagy csak reggel fő. Az első, második, harmadik találkozók, és ez egyáltalán nem jelentett problémát, mert egyébként tényleg nagyon dekoratív volt, meg jól is nézett. Farmer kabát fetisista volt. De hogy valahogy ez a farmer ruha, ez nagyon beégett és ráégett. És akkor kirúgtad, vagy mit csináltad? Ne, már szépen lassan így leépült. Mindig elmentettek egy ilyen háda ruhabolt előtt, és akkor megálltál a kiratánál, nézd, nem, hogy tutituri előtt megálltatok valahol? Igen, megálltuk a tutituri előtt, és akkor nézzed egy... Éva ruha 1000 forint per kiló? Nem, sajnos nem volt bálabontás aznap se, úgyhogy nem mentünk be. Ezek nagy tapasztalások. Na, írjanak nekünk olyan hallgatók, ha már így Rózsa Gyuri cikkéből indultunk el, akik nem a külön költözést fontolgatják, hanem amikor összeköltöztek. Akkor jött a nagy pofon. Hogy... Horkolónőtök volt már? Mert nekem az is volt. Na, hát több minden nem vagy túl, mint gondoltam. Hát figyelj, tehát az, amikor felébredsz valamire este, és azt, és így kicsit így furán, így körben ez, és mi volt ez a hang? És nem hossza, nem elnyújt, csak ennyi. Tökéletes.
erre gondoltam. Amikor lehull a lepel, ugye milyen szép? Három hónap nagy szerelem után meghallott, hogy életed választotja, hiszen még csak mondjuk szexeltetek, és nem aludtál ott, vagy ott aludtál, de akkor nem horogott, annyira kimerült. De amikor először ott alszik nálad, és nagy horkol, mit csinál? Csipesztettél az órára, vagy mit csinál? Nem, már megkérdeztem tőle, hogy van-e valamiféle orr problémája. De mi reggel? Ez lehet gyógyítani, vagy ilyesmi. Igen. Tehát úgy próbáltam még finoman beszélgetni. Ez a dolog aztán nem változott semmit a későbbiek sem, csak azért volt ez számomra nagyon furcsa és kellemetlen, mert nekem az apám is horkolt. És amikor megri a cél, és azt mondja, apu, már otthon vagyok. Megnézed? Nem, ő nem. És reggel finoman jelezted neki egy romantikus tojásántottam mellett, hogy édesem, nem akarsz elmenni a János Kórházba vagy orrfüggégészetre, vagy ez igen, nem? Igen, csináltam neki reggelit, egy kis virág a vázába, és hogy megágyazok a dolognak, és nem akarnád esetleg kivetetni ezt a hihetetlen, ahogy jövök ott orrpolipot, aminek a következtében csak te tudsz aludni. Én meg már, te már megszoktad, de hát mi még nem vagyunk olyan régen együtt. Meg kell rázni, vagy meg kell lökni, vagy meg kell ijeszteni. Azt mondják, hogy be kell fogni az órát, és akkor izé. Na rázd meg, vagy ijeszd meg. Hát az éjjel megijesztés az nem annyira, mert érted? És akkor megülsz. És a pofon meg. Bá! Így megmozgatod, vagy más testhelyzetbe teszed, vagy tapsolsz egyet, akkor az valahogy fölhozza arról a szintről, hogy horkol, és akkor abba adja. Igen, vagy csak én aludni írtad... szeretek éjszaka, nem tapsolni. Na jó, de úgyse alszom, mert horkol, tehát akkor viszont tudsz valami hangot gerjeszteni, ezt próbáld ki. Vagy ammóniát szagoltatni vele. Nagyon. Na, de nem, most nem tudom kipróbálni, mert meg kéne keresnem hozzá. De azért van, okay. lehet, hogy férje van és gyerekei. Nem baj, komoly hozzá. Megtaláltad a megoldást. Itt van István velünk, aki szintén jelentkezett, mert van jó története. Hello István, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, csak szolidan. Kösz. Hello István. Na, mi történt? Összeköltöztetek? Mi derült ki? Volt barátnémnek, volt egy 9 éves kislánya. És akkor arra keltem fel, nézem, hogy ő fekszik az ágyban a barátnémnek a szájába egy cumi, a kislánya pedig a barátnőt szájába egy cumi? Így van, egy gyerek cumi, és ráadásul egy ilyen fogtabályzós cumi. Nem tudom, ismeretek. Igen, megvan. Nem hiszem el. Na, és akkor a kislánya meg olvasta neki, akkor jól emlékszem, a hamupipőkét olvasta neki. Tehát a 9 éves lány olvasott a barátnőnek, az édesanyjának, aki egyébként cumival a szájába feküdt. Így van, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ez most mi akar lenni. Aztán elepődjél meg, innentől kezdve te fogom nekem mesét olvasni, mert én csak így alszok el. Na erre annyit mondtam, hogy jó, oké, nekem ennyi nem kell. Felöltöztem és elmentem, másnap hajnal fele visszamentem, összetettem a cuccomat és ott hagytam, mondtam, jaj Isten, ments, hogy nekem ilyen kelljen. És azt mondta, hogy te kell majd, hogy mesét olvassál? De te fogsz mesét olvasni? Igen, innentől kezdve azt akarom, hogy vele éljek meg, hogy megkapjak mindent, magyarán mondva az ágyba, és akkor azt mondta, hogy mesét kell, hogy olvassak, míg ő cumizik és elalszik. Jézus. Nem vagy elég perverz, maradhattál volna egy hónapig, azért olyan, aki a van. Na, azért az nagy sztori majd az unokáknak, hogy gyerekek volt egyszer egy csöm, akinek este mesélni kellett, és ő közben a szájában cumizott, tehát hogy azért ez így legalább egyszer kipróbálhattad volna, hogy ez milyen. Egy-két Andersen elhattad volna. Akkor várjatok, mert ugye utána összejöttem a mostani barátnőmmel, elmeséltem neki ezt a sztorit, erre ugye neki pont itt volt a keresztlánya, gyorsan elvett a cumját, bekapsz és lepekült, azt mondja, hogy gyere apa mesélj, na ne szórakozzatok. De ő már csak szórakozott nyilván. Így van. Igen. Hát ez kemény. István, köszi, hogy elmondtad. Szívesen, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hát gyerekek, nagyon sok SMS van, csak nagyon kell szortíroznom. Hát váltsd ki azokat a szavakat, amelyek nem. A volt pasim beköltözés után, összeköltözés után kérte, hogy borotváljam le a seggén. Mit? Ne haragudj, drágám. Szenzációs. De úgy mindenhol. Neki az összes exe megcsinálta. Szerinte ez a nő dolga. Ez Kriszta írja. Hát ő nem fér azért hozzá. Az milyen, amikor összeköltözés után randi, vacsi, egy-két szex, ott találás, egyszer csak összeköltöztetek, mész be a hálódba, és ott van a barátod levetközve gyertyaállásba, ugye, vagy négy kézlebb nagyon pucsítva, egy borotvával a kezében, hogy édesem, akkor állj már neki. Figyelj, kaj előtt told már a seggen. Borotvál már. Az összeköltözés után jöttem rá, hogy a zuhanyzóban mossa le a sarat a bakancsáról, fürdeni nem szeret, pedig építkezésen dolgozik. Na, szép. Írja egy hallgató. De legalább a bakancsát ápolja. Vagy legalábbis nem sáros. Nekem a volt barátnőm csikorgatta a fogát álmában, és ha meglöktem, hogy hagyja abba, akkor meg beszélt álmában. Akármit csináltam, akkor is csikorgatta a fogát, idegesítő volt nagyon. Én benéztem az összeköltözést, kifogtam egy olyan pasit, aki a rendmánia ne továbbja volt. Egyszer nem szólt hozzám egy teljes napig, mert kiöntöttem véletlenül egy pohár üdítőt. Amikor meg főzni akartam, megkérdeztem, mi ez a büdös. Júj, de csapjantatok. Sziasztok, és amikor arra ébredsz, hogy a pasi konkrétan csurgat, zárójelben pisil a hálószobában.
Na jó, ott biztos, hogy lehetett. Azért nem mondta, hogy nem ez a rock and roll. Biztos, hogy amikor kicsit fölkezd, nyújtaszkodsz, és azt látod, hogy áll az frissen összeköltözött palid a sarokba, és iszonyatosan csurgat áll a szobába. Biztos, hogy bekarmolt előtte. Ja, hát az úgy sokkal jobb. Hát ha részeg volt, akkor az úgy sokkal jobb. Nekem is volt egy kedves ismerősöm, aki egy másik kedves ismerősömmel együtt töltött az éjszakát, egy helyen aludtak, nem kell semmi rosszra gondolni, és az egyikük arra kelt, hogy ilyen doppergésszerű hangot hallaszták, kiderült, hogy a másik ugye picit jól érezte magát este, de azt hitt, hogy kim van már a vécén, de nem volt, és a dinolem nem kunyált. Hát az ő lakásában ott van a vécé. Hát ennyi. Megszokás. Atya Isten. Uki, ügyes, kemény. Most azért lehet haragudni, hogy valaki álmában. Tehát azzal lehet valamit csinálni? Hogy álmában pukizik. Nagyon sok olyan pasi ír, amikor rájöttek, hogy brutálisan dolgozik a nő és álmában. Hát nézd, figyelj, ha most nem eszel babot. Szerintem, ha egyet elenged, az helyes, de azért mondjuk... Tehát az olyan kis cuki, tudod, meghúzod a kis de fél óránként egyet? Szkúzi, mama. Igen, de amikor negyed óránként így egy sorozatot átkopog a szomszéd, érted? Hát figyelj, hogy halkabban mulassatok már, azért az egy idő után szerintem kellemetlen. Nyilván 10 év házasságban ezt megszokod. Egy frissen összeköltözött párnál azért a csaj lerobbantja a paplant róla, szerintem azért elbizonytalanodsz egy kicsit. Rá kell szegelned a matracra, de most. Legyünk őszintén, férfiakkal szemben mindig sokkal ellenézőbbek vagyunk, meg saját magunkkal szemben. Tehát, hogy ezek a dolgok, amiket egy hölgynek mondjuk így a rovására így felsorolunk ilyeneket, hogy büfög, meg nagy isten pukizik, meg ilyesmi, hogy meg csikorgatja fogait, egy férfinál ez a bár, belefér, bár. Igen, a csajoknál való, igen. Ember. Igen, a csajoknál mégis való, hogy kicsit kiábrándítóbb, igen. Az milyen, amikor frissen összeköltözve rájössz, hogy a párod a reggeliét a WC-n költi el? Jézusom. Imádom ezeket az dolgokat. Így a Viki. Hát gyorsan tehát egy pasi, megy át rajta. Megfogta a szendvicset, gyorsan bevitt a teás bögrét, és a szendvicset és a bögrét, elment a vécére, és ott megreggelizik. Ezek ugye egy randinál nem derülnek ki. Jézusom. Nagyon jó. Az összeköltözés után reggel mentem ki a konyhába kávét csinálni, amikor arra lettem figyelmes, hogy a barátnőm nyitott ajtónál végzi a nagy dolgát. Barátnő. Kérdeztem is tőle, te most ezt komolyan gondolod? Erre a válasz már az enyém vagy, az élet büdös oldalát is meg kell ismerned. Geri írta nekünk, köszönjük szépen. Jaj, gyerekek. Ez a leborotválás nálam ez vezet. Na, az legyen jó. Ne mondd, hogy nem nagy, nagy forma az illető. Borotváld már le. Volt kolléganom mesélte, remélem magára ismer az illető, a kolléganom csávója az összeköltözés után kiderült, hogy rendszeresen a mosdókagylóba pisil. És ez teljesen úgy mesélte, mintha normális lenne. Írja nekünk egy női hallgatónk. Az én pasimról összeköltözés után derült ki, hogy durván alvajáró. Tudnék mesélni. Hú. Hát az kemény. Volt már alvajáró barátnőtök? Igen. Azért egyszer egy ilyet megnéznék. Veszélyes. De mit csinál? Sztori. Hát tényleg korszál össze-vissza a lakásban, és hogyha ha mondjuk van egy emeleti rész, meg tényleg valamilyen többszintes házról, aztán nagyon veszélyes tud lenni. Tényleg semmit nem tud az egészről. De tényleg semmit. És de mit csináltam? Mara érdekes egyébként, hogy nem mennek igazából semminek. Tehát úgy tudod közlekedni a lakás, hogy nem mennek is semminek. Viszont tényleg most gondold el, hogy érted, ott bolyong valaki a sötétbe. Hát egyrészt összecsinálod magad eleinte, amíg meg nem szokod, másrészt meg önveszélyes dologról. És reggel emlékszik rá, hogy mi történt? Nem? Semmire. Te tudsz ilyet, hogy mit tudom én, elkezd alva járni, te meg bujócskázol vele? Vagy te... Nem, kiteszem a lábas, jót rögök. Persze. Tehát nincs, hogy nem ébresztett fölő alva járt, meg elbújsz. Találj meg. Aki bújt, aki nem jöhetsz. Itt vagyok. Ez a klasszik előre teszi a kezét? Vagy az nem. Nem, igen. Látod, éreznek. Bebújok a mosogatógép mögé, hát ha itt nem talál meg, itt vagyok, találj meg. Tehát ez nincs nem, azért. Nincs. Csak visszavezeted az ágyba, vagy mit csinálsz? Nem, felépreztem a derekára kötök spárgán konzervdobozom. És hogy elkezd örögni, akkor tudod, hogy felébred. Ne, veszélyes egyébként. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, cirkuszban voltam szombaton. Miért? Miért? 10 000 forintba kerül 3 darab jegy. Aha. Hát mondom. Hát figyelj, azért ott az artisták. Az combos.
beülünk, nagyon rossz helyre vettünk egyet, mindennyi, mondtam, hogy ne odaüljünk, de odaültünk. Háttal ültet? Nem, fölültünk a karzatnak a legtetejére, de az utolsó sorba úgy, ahol még a széksorok közötti rész is. Csak nagyon kicsi. Csak a zsiráfot láttátok. Nem tudom, itt lekapjunk valami gúkert, vagy valamit. Bejön egy ilyen bócnak kinéző ember. Már ökölbe szorul a kezem. Már fészkelődök a gyerek. Édesem, tágzol a nyílt szemmel. Mi az ott egy bóc? Nézi, én már fészkelődök. Bóc? Szülők nevetnek. Érted? Én nézem, hogy gyerekek, hát mind nevettek. Hát ez nem vicces. És elkezdi ezt a nagyon kikiáltó stílusban ezt a hölgyeim és uraim a porondon, a manésban. Hát amivel ki lehet borítani, az az, ha valaki így beszél. De tudod? És a manésban, és fogadják nagy szeretettel Erikát, a kartáncos nőt. Milyen te kar? Mit tök, mint. Megjött Szergej, aki nő volt egyébként, fogott egy kardot a fejére, fölrakta a fejére, és az volt a produkció, hogy egy karddal egyensúlyozott a fejét, meggyújtott valami rudat, amire fölmászott. Mondtam Vikinek, Viki, most tartsál vissza, mert bemegyek, fölrakom azt a kardot. Fel is fölmászol rá. Azt mondta, 8 éves kora óta a manésban van, fogadják, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel, kitörő lelkesedést, tudod így. Én nem értem, hogy mi ez az egész. Minek van ez a cirkusz? De mi ez a cirkusz itt? Tudod, milyen az egész? Szomorú. A gyerekek nevetnek, de a gyerekek édesek, mert ők tényleg azon nevetnek, bejött egy bohóc, és víz jött a szeméből. Hát ezen sírtak hát a nevetések. Na, neked ilyen víz a szemedből? Nem, az tökörös, és ott meg gőz jött a szájából. Képzeld el, hogy bejött egy elefánt. De mit akarsz még? Volt elefánt? Volt. Hát kérlek szépen, volt egy 10 000. De nem akarták, hogy bejöjjön az elefánt. Ja. Az volt a baj, hogy... Az volt a gond, hogy nem akarták. Az volt a baj, hogy ebből a számban nem volt elefánt. De bejött egy elefánt. És képzeld, ez szegény, és valahogy az egész ilyen így ülsz, ott nézed, és így olyan barbárnak gondolod saját magad. Megtanították neki, hogy álljon két lábra, meg egyensúlyozon egy ilyen forgószéken, amire fölállt, fölemelte két lábát, és elindult a szék körbe körül, és láttál egy ilyen baromi nagy elefántot azon a kis porondon, egy lábon támaszkodni egy széken, miközben egy forgott körbe. Na, és élvezte? Te, hogy élvezte, hát az egész tök szomorú volt. Na, hogy szerintem. De honnan tudod, hogy ő nem élvezi azt, amikor egy lábon áll és forog? Kétszer, egy óra plusz fél óra szünet. Mondtam Beninek, már láttam 10 percen a szünet, mert Viki nézte interneten, hogy melyik szám után mi jön. Mondtam, Beni, mindjárt vége. Nem, nincs még vége. Még nincs vége. Végre valaki szereti a családból. Tudod, élvezte. Menjünk el haza. Nem, mondom, figyelj Beni, vegyünk egy lufit a ligetbe. Hopp, mondom, éreztem, hogy megvan. Aha. Milyen lufit a puci? Mondom, Beni, amilyet akarsz, olyan lufit. Mondta, jó? Mondta, hogy szünet volt, de elindult a fészked, és mondom, nézd már, Beni, hát mindenki megy haza. Hát mondom, nem megy haza, tudod, nem, szünet van. Mondom, Beni, szerintem el fognak fogyni a lufik. Látod azokat a gyerekeket, akik ott kimennek? Mind lufit mennek menni. Apuci, menjünk! Elkezdett fészkelődni. De aljas vagy! De... Apuci, menjünk! Ó, mondom, de jó, megvagyunk. Úgyhogy ezzel tudtam rávenni. Egy nagyon jó volt, egy orosz, meg egy kanadai bűvészpáros. Ők nem tudom, hogy őket összesorsolták a felvétel előtt, vagy a bemutató előtt. A csávó orosz volt, a csaj vagy kanadai, vagy francia, tök mindegy. Arról szólt a dolog, hogy ők hogy tudnak átöltözni. Egy hullahopp karikára rátettek egy ruhát, egy ilyen hosszú rongyot, amit ha így fölhúzol, akkor eltakarja, hogy ki van benne. Mm-hmm. És képzeld el, úgy csináltak, hogy bement a nő, fölhúzta a hullahopp karikát, lehúzta, és... Nem volt ott. Nem, tök más ruha volt rajta, azt és ezt megcsinálták 15-ször. De olyan durván, hogy azt mondtam, hogy jó, oké, na, ezt most adom. Úgyhogy nem. Benni élvezte, érted? Tessék? Egy fél előadást elvettem. Tudod, mit mondta Benni a 10. percben? Apa, álmos vagyok. S ránézett az anyára, és bedőlt az ölébe. Na, én meg így jutottam. Még másfél óra is itt a bohóc, meg a bohócnak, meg púder jön a szemén, érted? Én meg ülök a cirkuszba. Csak mondom, hogy a levegő akrobaták, akik Kubából jöttek, és a hajukra tették ezt a kis rácsot, ott kettőnek kellett volna lenni. És? Duo Capilar. Aha. Duo kapillár, de duo kapillárból csak az egyik tette a kontyába azt a kis nem tudom milyen kis karabinert, húzatta föl magát 10 méterre. És mi a probléma? Hát, hogy két kubai artistának kellett volna, nem látom a fővárosi nagy cirkuszt honlapján. Hát lehet, hogy a másik húzta föl, nem? Csak ő a takarásban volt. Duo kapillár, csak mondom, ők a világhírű duo kapillár. Nagyon pici, ő volt a hajába, és ő kapaszkodott a kötélbe. És így is jelentették be őket, hogy duo kapillár, vagy csak úgy, hogy a kapillárnő. Hát ez egy érdekes dolog, nem tudom, mit mondott a meglehetősen maníros, roppant kínos porondmester, de szerintem azt mondta, hogy duo kapja, úgy sem esett ott le senkinek, hogy duo kapja, Na, ilyenkor mi van? Mennyit kérsz vissza ezért, hogy csak monokapillár volt? Hát egy ezres legalább. Egy ezres? Vagy fejenként, két vagy perec, az egészből? Két perec a büfében. Két perec, két friss perec? Igen. Vagy tudok neked intézni valamit? Na.
Kaptok 3 plusz jegyet. Nagyon jó. Most jön az 5-ös 2014, azok viszont komolyak lesznek. Olvastam a cirkuszba, azok komoly műsorral készülnek, az jó lesz. Na? Kapunk 3 jegyet? 3 ingyen jegyet kapsz azért, mert csak monokapillár volt. Van ingyen jegyed? Én el tudom neked intézni. Na, te de ugyanerre az előadásra. Kicsit eszembe jutott a távoltáporodnás? Hát persze! Hölgyeim és uraim! Mondtam a Vikinek, Ferinek egyszer nem lesz munkája. Én még itt ide el tudom képzelni. A Manés világában! Hölgyeim és uraim! Páratlan mutatvány! Te imádnád! Én nagyon szeretem. Te ott kivontakoznál, rájöttem, hogy ez neked való. Páratlan mutatvány, világra szóló attrakció. Komolyan mondom, te voltál. Biztos vagyok benne, hogy te voltál. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. A Benfica átokül gyerekek. Le kell vennük róluk a Gutmann átkot. Hallottátok ezt a történetet? Egyáb. Aztán valami rémlik. Gutmann egy magyar edző volt a Benfica-nál. Egy magyar tréner volt, így van, még a 60-as években. És ugye ő Beck győzelemre vezette a Benficát, de mivel nem kapta meg az elvárt jutalmat, így megátkozta a csapatot, hogy soha többé ne nyerjenek európai kupát. Így. A nyolcadik, és ez azóta bejött? A nyolcadik döntőjüket bukták el szerdán. Ugye hát játszott a Benfica, játszott egyébként pont szerdán, tényleg. És le kéne venni valahogy róluk ezt az átkot. Ha már van magyar vonatkozása. A Gutmann átkot. Hát. De most pont egy magyarral megyünk szemben. Vagy szemben Gutmann úrral. Segítsünk már neki. Figyelj, még szobrat hát, most a Benficának fogunk segíteni. Emlékeim szerint még szobrat is állítottak az edzőbának. Elvesztették a kupadöntőt 63, 65, 68, 83, 88, 90, 2013 és 2014, és azóta nem nyertek. Állítólag a Benfica újrázása után Gutmann bement a klubelnökhöz és jutalmat kért, vagy inkább követelt, és azt mondták, hogy megkapja a prémiumot, de végül is nem kapta meg a beígért prémiumot, és úgy jött ki az öltözőből, hogy soha többé ne nyerjen ez a csapat európai kupát. Ti hallottatok már olyat, hogy valakiről levesznek egy átkot? Valaha? Amit a szomszéd rád rakott, vagy a barát rád rakott, vagy egy ex rád rakott. Hogy néz ki egy ilyen átok? Össze kell tépni a fényképét, vér kell, és összetörnek egy tükröt, kell két hajszál, amit elégetnek? Hogy nem hogy rólad kell, nem rólad, nem jó. Hát te vagy megátkozva. Igen. Elmész a látok levevő emberhez, akkor nem a saját képedet tépeted össze, hanem azért, aki rád tette az átkot. Tehát tudni kell, hogy ki teszi rád az átkot. Ha? És annak a fényképét kell összetépni. És kell bele ilyen csirkeláp, meg ilyenek? Biztos. Meg hogy hívják, mit tudom én? Ökörvér. Ökörvér, azt kell bele? Meg macskafarok. Nőstény, sakál, epéje. Az is nagyon jó, pókszár. én jós lennék, én csak ilyeneket mondanék. Szerezd meg. Igen. Egy fekete özvegy potrohának egyik szőrszálán. Csak ilyeneket. A komodói varánusz bal szemfogának, lyukas szemfogát. Tehát csak ilyeneket. Tehát akkor vagy hiteles, ha minél nagyobb baromságokat nem sikerült megszerezni? Nem sikerült közelébe kerülni akkor nem tudom levenni. Egy rossz fogsorú komodói varánusznak. Hát akkor így járt. Akkor sajnos nincs átok levétel. Mennyibe kerül egy ilyen átok levétel? 5 plusz áfa? 10? Plusz hát. 8? Áfás? Nem áfás? Szerintem nem áfás, ahogy ismerem az iparágat. milyen tevékenységi körről lehet számlát? Egyéb bűvészeti tevékenység? Vagy mi van? Mi az SZ szám az átok levételnek? Bűvész. Nem. Illúzionista. Illúziorista. Hát de én nem hiszem, hogy olyan van, hogy... Honnan tudom, hogy valaki engem megátkozott? Tessék, hát... egy exem tett rám átkot. Én azt honnan tudom? Az egyik exem megátkozott. Tudnom kell? Vagy egyszer csak az átok majd életbe lép, és onnantól kezdve... Nehéz megkülönböztetni, mert picit hasonlítanak a következmények szerintem egy agyvérzéséhez. Ugyanaz? Hogyha egy picit, mit tudom én, a jobb oldalad, vagy a bal oldalad egy kicsit megfárad, vagy ilyesmi, vagy őszbe csavarodsz, pedig még tegnap dús, fekete, vagy sötétbarna szőrzet volt a fejeden, vagy elkezd hullani, vagy ilyesmi... Tehát hirtelen elkezdek kopaszodni, akkor megátkoztak? Hogy nem leszel már potens, egyik napról a másikra ez a dolog így elmúlik.
Akkor megátkoztak. Hát igen, vagy már, hogy te remélem, a 20-ba léptetek. Na. Akkor átok van rajtam. Hát mondom neked, mikor tudsz átkot levetetni. Na. Egyes pont, ha te kértél fel valakit, hogy végezzen el számodra egy mágiát, de már nem akarod tovább a varázslat hatását. Kettes, ha tudod, hogy valaki szerelmi kötést rakott rád, vagy átokkal sújtott. A hármas, ha nem tudod, hogy irányul rád ártó vagy megkötő mágia, de a következő állítások közül három vagy annál több. Na, igaz rád, és akkor itt vannak a... Igen. Mostanában semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted. Hát a Benficánál ez megvan. A Benficánál meg, igen. Fáradt vagy, ha tudsz is aludni, nem ébredsz pihenten, ez viszont rád... Ez van, mi 3-tól 5-ig minden reggel fönt vagyok. Simán. Gyakran vagy letört... Nem? Vagy nem vagyok letört, nem. Nem letört, tudsz lelkesedni azokért a dolgokért, amik eddig felvillanyoztak. Pénzügyeid rosszul alakulnak. Akkor ez lehet, hogy az. Hm. Jó, hívjuk fel Frabátot. Nézzük meg, hogy veszi ő le a Benficáról az átkot. Tehát csak jövőre tudjuk meg, hát ilyet nem játszanak minden hónapban. Mi van? Mennyi? Átoklevétel az eset súlyától függően 30-tól 150 ezer forintig. Hopszi. Hát ezt Frabátot megcsinálja nekünk. Megcsinálja nekünk ingyen? Persze, hát csak most szívességből. Mert hát ő is sportolt régen. Aktívan. Jó, de akkor innentől kezdve figyelni kell a Benficát, és bármilyen európai szereplésük van, néznünk kell, hogy működött. Jó. Tehát, hogy jövőre, ha megint oda jutnak, akkor azt néznünk kell, ugye, hogy odaér a Benfica. Benfica drukker leszek, ha ez kell hozzá. Jó. Na, hívjuk fel a Frabátot. Jó? Csörögjünk rá. Jó ez a Benficának, hogy mi most leveszük ezt az átkot? Hát szerintem igen. Örülni fognak neki. Nem, ez a Jadinak igen? lesz jó, mert tud fogadni most már a Benficára nyugodt szívvel. Én a következő kupa döntőjükön fölteszel egy 520 forintot. Egyébként igazad, most 5-12-t tettem föl a Dortmundra, az nem jött be, de egy 5-20 nekem. Nekem megéri. Frabátó vajon érzi, hogy hívjuk? Hát vicces, tudja, nem? Hát ő bele se szó, hogy azt mondja, hogy tudtam, hogy hívni fogsz. A másod nem a telefoncsörgésből sejteni fogja, hogy valaki beszélni akar vele. Igen. Itt van Frabátó, hello, jó reggelt! Jó reggelt, jó szurkolás, sziasztok! Hello. Szia! Tudtad, hogy mi vagyunk, mi? Igen, valahogy megéreztem. Egyébként figyeltem a rádiót, most nagyon sok igazságot mondott a Feri. A fele igaz, a fele nem. Na, Louis Pátra honlapjáról olvasta, igen. Csak mondom. Na, mondom, a fele konkurencia igaz. Honlapjáról olvasta, úgyhogy vigyázz. Nagyon jó. Tehát ilyet eleve nem írunk le, hogy működik egy rontásfelvétel, mert az már nem jó. Én ez a Gutmann, ezt nagyon figyeltem én is, a CNN vele foglalkozott. Tehát mekkora király, a mesternek hívom most már, a CNN-en ezt a hírt láttam a tévében, hogy a Gutmann átok működik a Benficánál. Egy olyan ember, aki meghalt, az még mindig a neve fennmarad, és mindig az átka működik, ez egy olyan dolog, ami kihívás. Már hogy neked? Nekem, hát igen, minden szakmabelének. Hát így van. Összecsapsz nagyon. Hát nem szívesen, mert ha jól tudom, akkor ő meghalt. Igen. Tehát a halott ember, tehát az átok levételén az a fontos, hogy éle még az illető, aki rád tette, vagy meghalt. Ha meghalt, akkor sokkal erősebb. Oh. Ha halál után működik az átok, akkor egy olyan valakivel harcolsz, akinek már csak a lelke van itt. És ez veszélyes. Aha, húha. Ajaj. Most rátok nézve, mert mi fogjátok levenni az átok. Ja, azt hittem a Benficára nézve. Hát most mi nem akarjuk bántani Gutmann urat. Nem, tehát amikor a foci csapat, különben volt egy nagyon érdekes, Haiti ugye a vudu szertartásokban nagyon erős, volt egy foci csapat interneten nézettek után, ez megtörtént. Fölfogadtak egy varázslót az ellencsapat, hogy nyerjék meg a meccset, és a meccsen egy villámcsapásért a 11 játékosból 8-at. Leállították a meccset, és olyan volt a szabály, akkor egy gólal vezetett az ellenfél, ők nyerték a meccset. Ez különben megtörtént esemény, sporteseményeknél nagyon sokan ilyen varázslót használnak. Hm. És a magyar focival nem tudsz valamit csinálni? Föl se vállalom. De ezt a dolgot nem vállalom. Valami, figyelj, hát biztos, hogy nagyon sokan meghalálnak neked. Kicsit lendítenél a magyar futballon. Na most mit csináljunk? Hogy vegyük le ezt az átkot? Tehát mindenféle gyertya van nálatok esetleg? Egy fehér, piros. Mi van? Nagyon fontos. Aha, fehér gyertya. A szín számít. Számít a szín? Fehér van, piros, igen. Mert ha egyeket... Hát az jó lenne, ha kettő lenne. Figyelj. Ha egy van, akkor mást kell csinálni. A Balázs kocsijában van gyújtógyártya, hogyha esetleg az... Én behozom. Hozhatja nyugodtan, csak akkor az autó lehet, hogy le fog égni. Tehát kiszerelem. Van. Nyugodtan. Csak a gyertyának az a lényege, hogyha egy halott embernek a halott emberrel harcolsz, mert ez igazából harc, akkor valahol megégeted, valahol meggyújtod a gyertyát a kanóztól lefele, az egyik oldalra egymással a betűket, rákerül a Gutmann nevet. Aha. Tehát a rontás, az átok feltevőnek a nevét, a
másik oldalra pedig azt, ahonnan meg akarod szüntetni. Ha vele szembe lévő oldalra fejlett, hogy Benfica, persze nem fonatikus. Na most várjál, a pirosra írjam, vagy a fehérre? Van már gyertyát. Van két gyertyátok? Van egy piros, meg van. Egy fehér gyertyát. Akkor változott a műsor, akkor csak a fehérre írod a Gutmann nevet, a pirosra írod a Benficát. Aha. Egymás mellé rakott szorosan a két gyertyát. Két tével írt a Gutmann úr? Igen. És az N igen, mennyi? Igen. Két N? Két N? És Feri, a másik oldalra akkor írd rá, hogy SL Benfica. SL, ezt is kell? SL Benfica, mert ez a hivatalos neve, így van. Benfica. Így jó, és ahogy hívják ott most a csapatnak a neve, Rodrigo Moreno Machado. Az nem kell, tehát a fehéren van a Gutmann, a piroson az SL Benfica. Egymás mellé rakjátok szorosan a két gyertyát, először meggyújtani a fehéret, utána ugyanavval a gyertyával, vagy a lánggal, hogyha öngyújtó a pirosat, és ahogy ég a két gyertya egymás mellett, ahogy összefolynak a gyertyák, úgy szűnik meg az átok. Igazából ezzel, aki az átkot feltette, azt jobb irányba tereled, megbékíted. De most várjál, aki, volna meg... sokkal egyszerűbben. Fia, aki meggyújtja, az jár a legszarabbul? Mert a Feri gyújtja nyilván, egyértelmű. A Feri kezében van az ő. Gyújtsa meg a Feri. Hagyjátok a Feri. Szerintem is legyen a Feri az, aki meggyújtja. Ha bármit elrontasz, akkor áthúzod magadra ezt az átkot. Nem gyújtom, én hiszek benne. Mibe? A Frabátóba. Mi az, hogy mibe? Kibe? Nem tudod elrontani. De várjál, az egyik te a mécses, maximum annak tenyer, izé az oldala. Nem nyersz többet szakácsversenyt, Feri. Na várjál, ennek roncsátok. Nem, leveszem a róla ezt a izét, ezt a rohadékot. Csak mondom, az egyik egy te a mécses. Azért. Az nem jó. Miért nem? Jó az, csak vedd le a fémet. Jó az. Figyelj, majd ez most egy olcsóbb kiszerelés lesz. Ennyi. Mikor játszik újra Európai Kupát? Jövő évben? Tudjuk megnézni, hogy működött a dolog? Ha játszik. Jövő évben biztos, hogy nem fog BL döntőt játszani. Jó, kivette? Miért nem? Miért biztos? Azért, mert egy rontásrevétel után egy megvont egy bizonyos energiát az illetőtől, a csapattól, vagy bármitől. Persze, és fáradékonyabbak lesznek a játékosok, mi? Ilyenkor a fű is csúszik, tudom. Na figyelj, kivettem a Kivettem a te a mécsest a izéből, a Tokiából. Úgy a Tokiából. Na. Jó? Így van. Így jó. Összefogom, összeér a két gyertya. Előbb meggyújtom a fehéret, aztán a pirosat, és a pirosból átfolyatok a fehérre, az jó lesz? Nem, egymás mellé kell rakni a két gyertyát, és ők maguktól elintézik. Az tök jó. Az tök jó, onnan, onnan meg egymás mellett. Így, egymás mellett, és hogy összefolynak, úgy szűnik meg ez az átok. Ha nem folynak össze, akkor nem tudtad megszüntetni. Mindenféleképpen átszáll, tehát a Ferivel ne foglalkoztatod. Nem, gyújtsd már meg. Nem gyújtom, gyújtsd meg, te itt van, akkor tessék. Ne gyújtsd meg. Hogy lesz én érzéketlen, basszus? Már a 60-as évek óta várnak egy normális kupa győzelmet, gyújtsd már meg. Gyújtsd meg, te, én nem gyújtom. Tudod, hány rajongója vannak a csapatnak? De rám fog szállni, hát rám ne szálljon. Egy vagy ők meg vannak, vagy 70-80 ezer. Jó, majd én mormolok. Elég elátkozott az életed. Nem, az én értem, semmi baja nincs. Én is össze a két gyertyát, tessék. Nekem mormolni kell valamit? Jó. Nem. Semmire nem szabad gondolni. Úgyis tudjátok, hogy miért ég a gyertya. Aha. Tehát az benne van a fejetekben, ez a gondolat, ez kimegy egy gyertya. Benne van a kalóz. Én megmondom őszintén, egy picit csalódott vagyok. Semmi varjúháj, vagy hogy hívják. Tényleg, őszgerinc csont. Elméletileg azért mondtam, hogy lehetett volna ezt egyszerűbben, mert ha jobban hitt volna a vezetőség ebbe a átoklevételbe, akkor vagy ki kellett volna az élőt engesztelni valamivel, akár pénzzel, vagy jó szavakkal, vagy valami, de ha meghalt, hogy az átok ne ilyen hosszú távon működik, a sírjánál kellett volna csinálni egy műveletet. Itt már, amiről beszéltek, hogy kakasvért folyatni, vagy aha, bármit, ezt igazából ennek rengeteg módja van. De az jó a kakasvér, ugye? Csak akkor, ha fekete kakas. Világos. Hát de jó. Hát egy albinó kakasznak ki akar már véret. Semmi értelme. Az albinó vérnek. Gyújtsd meg, Jani. Jó, meggyújtom. De egy lánggal. Tehát... Figyelj, te csak szerencsésebb lehetsz, ha bármilyen átok átszárát, tehát nem fogod elkezdeni a vonatot, időben odaérsz, majd jó helyre megy. Figyelj, a vonat, most mit veszítettek, befér 100 évig most nem nyerek semmilyen európai kupát. Nagy ügy. Na. Érted, na, jó van. Okay. De akkor biztos nem kell semmi hozzá. Örös, rendben, ondó, semmi. Jó, mert ezt talán tudnánk szerezni a hangát. Vadíthatjuk a dolgokat, ha ennyire benne vagytok, de Kellenek ezek a dolgok, de ez most, majd a második fog. Na most figyeljenek a Benficánál, jó? János Vadon.
Erre a névre kérem szépen majd a négy jegyet. Így van. Mivel Balázsik ebben most nem vesznek részt. Micsoda, én raktam össze, én szabadítottam ki a fehér gyertyát, én írtam le, hogy benne. 100 évig nem fog nyerni kupát, Európa kupát miattad, Feri, mert te gyáva voltál meggyújtani. Na figyeljetek. Egy lánggal kell, előbb a fehéret, ne! Csak ne üvöltse, hogy létsz, mert én leszel hakítanom magam, megőrülök. És a Manésban! Biztos, hogy van jövő, de fővárosi nagy cirkusz fölvesz majd a Manésba. Meggyújtottam a fehéret. Igen? Jó, és most gyűjtsen meg a másikat is. Most már ég mind a kettő. Jó. De most így lemaradtam a neveket, ráírtátok? Rá. Akkor jó. Hogyne. Akkor tökéletes. És mi van, átszáll arra, aki meggyújtotta a gyertyát? Nem. Reméljük, hogy nem száll át. Ez majd kiderül a következő pár hétben, de nem száll át. Miből fogjuk tudni, hogy Jani van a Gutmanátok? Tehát, hogy nem tudok egy egyenesöt rúgni a lakát. Jobbra fordul az élete, vagy vélete eléri az 50-es villamost? Vagy nem, az az igazság, hogy a Janin anyjátok van, hogy teljesen mindegy nekem, vagy még egy Gutmanátkot is fölvesz, vagy nem. Tehát teljesen mindegy. De nyújtasd meg 10 plusz áfáért leszeded róla. Azért még nem. Azért még nem. Azt ez annál komolyabb dolog lesz. Figyelj, Feri véletlenül elírta, és azt írta rá, hogy Music FM. Én azért a Torgeres annyi nevét belevéstem oldalra a piros gyertyába, ki tudja, hát a leigazolja Benfica, érted? Jó. Tudom, de lehetne csinálni, kipróbálhatjuk meccs előtt, ha van valami fontos meccs, tehát nem egy mit tudom én, hanem tényleg valamikor bejutunk valami magyar csapat, valami olyan elődöntőbe, vagy valahol. Az a következő 10 évben, akkor ebből élhalnátok. Azért mondom ezt, mert másból élek. Tudom. Azért gondolom, ebből élhalnát. Figyelj, Reált majd játsszuk már meg, jó? Mert szeretném, ha megnyernék a BL-t, jó? Nem jó. Csak azért, mert hogy esetleg fogadok a Ferivel, de hogy... Fára. Nem? Így van. Jó, megcsinálhatjuk. Jó. Mondd meg majd, hogy hány gyertya kell hozzá, meg milyen más dolgok. Ahhoz pont nem gyertya kell. Tehát az a jövőképet irányítod, ahhoz nem gyertya kell. Hanem arany sakálszőr, vagy mi? Sincsil a bunda? Hát, hogyha van. Nem, van, tehát mindenféleképpen, ha annyira komolyan gondolod, akkor a saját véredet kell áldozni ahhoz, hogy sikerre, ugye főleg ha anyagi haszonszerzés céljából. És tehát mondod, hogy fogadást köt erre az egészre, akkor nem kell így a torkodat elvágni és így 1 liter vért áldozni, egy csepp vér, megszúrod az ujjadat, megvan ennek a módszere, mert igazából kérsz valamit az istenektől, anyagi haszonszerzés céljából, felhasználsz erre valakit, akár egy csapatot, egy embert vagy bárkit, valamilyen szinten áldozatot kell bemutatnod. Csak kell hozzá még lábatlan gyík szemfoga. Vannak nálam ilyenek. És ha adok egy cseppét, megteszem a tippixen a Reált, akkor jó vagyok? Hát azt lehet, hogy hülyeséget mondasz, de jönnek ebben hozzám. Tényleg? Persze, jönnek ebben hozzám, de mivel én vízilabdás vagyok, és éljenek a vízilabdások, én inkább a vízilabdával foglalkozok. Uh-huh. Nagyon sportok. Aha, az Egerre fogadott most legutóbb valaki? Szerintem nem, de ott volt egy edzőváltás, ugye? Aha. Ez nagyon-nagyon-nagyon negatív visszhangot keltett, és az Egert azt most rendbe kell tenni. Aha. Igen. És te is ezzel magyarázkodtál. Az edzőváltás nem volt benne, srácok. Igen. Ha valamit kell találni. Na jó van. Oké, Frabátom. Jó, ezt megcsináltatok, akkor ez jó. Meg, ég a jó. Két gyertya alap. Jani van az átok. Igen, nem kellett volna már most meghalnia? Kicsit vérszegényé kezdve. A Janinak adjátok majd meg a számot, hogyha tényleg problémát tudjon hívni. Jó. Oké. De te nem teszel átkot senkire, nyugtass meg, nem? Nem. Én a levét elegen tesznek, bőven megélek a levételből. Jó. Tehát Louis Padre nem miattad lett cukros. Nem. És legyen cukros a Padre. És életed végig csak egy aranyért párnát. Nem szabad rosszat kívánni, mert akkor visszakapod. Na jó, jól meg lehet ebből élni, Frabátó? Ha mit mondjak, testvérem? Hát azért fussa, nem fussa. Kasírozunk. Ha jut is marad is. Ja, Isten, hát figyelj, hát jól csinálod, hát vannak ilyenek, ezt csinálni kell. Jó van, köszönjük szépen, vigyázz én magadra. Én köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. De bátor vagy. Igen, csak 3 betűs autó, de nem a UAZ. Óriási gyerek is, és van, aki ezt elhiszi. Nagyon jó. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy budapesti óvodás, gyerekek, hát ez annyira cuki ez a történet, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül.
pláne azért, mert az ember gyermekét, legalábbis mi a Benit, általában hasonfekve találjuk meg az óvoda közepén, a kis barátjával, Bencével, Somával és a többiekkel, ahogy egyébként nyakik földbe ásva gilisztákat mentenek át az egyik gödörből a másikba, a giliszták 80%-ban nem élik túl ezt a beavatkozást. És ők nem is akarnak költözni. Sehova nem akarnak költözni, viszont hosszú és lassú haláluk van, ahogy Beni és kis barátai kezébe jut. De hogy a gyerek óvodában ugye aranyat talált, hát ez felcsilla minden szülő szeme, hogy miért nem az ő gyereke. Ugye a kisgyerek kint volt egy budai óvoda udvarán, ahol 300 gram aranyat talált. Óriási. Az intézmény azonnal értesítette a rendőrséget, és hát a kisgyerek szólt, hogy ő kincset talált állítólag. És leadta. Igen. És leadta a gyerek. Na most, ugye ő nagyon becsületes gyerek volt, mert állítólag oda ment az óvónénihez, és azt mondta, hogy óvónéni, kincset találtam. Uh-huh. Óvónéni is nagyon becsületes volt, mert itt már kettőből kettő tehette volna el, ugye? Ha a gyerek nem kap rendes nevelést, azonnal elteszi. Illetve az óvónéni is nagyon becsületes volt, mert hogy ő is ugye továbbadta, és szóltak a rendőrségnek, ahol egyébként nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik intézményről van szó, csak hát... Hogy megjelenjenek a kincskeresők. Illetve a kincsvadászok. Fénydetektorral tudod rögtön az udvarban. De azért rövid nadrágban. Második kerületi nevelés és oktatási intézményben találta a gyermek az intézmény udvarán, mondom hol, a kerítés melletti területen egy koszos dobozban 10 darab 10 gram súlyú és 2 darab 100 gram súlyú aranyszín lemezt. Tájékoztatta a bulvár újságot a budapesti rendőrfőkapitányság. És amiről aztán később kiderült, hogy nem csak aranyszínű, hanem valójában arany. Nem rossz. Ma elbeszélgetek a Benivel este, és megmondom neki, bármit találsz. Bármit találsz ásás közben, azonnal a zsebedbe. Sehova nem visszük, nem szólunk. De fel is szereled majd szerszámokkal? Tehát, detektorral. Hogy úgy fog oda menni, mintha a Klondike mellé menne egyébként a gyerek, majd lesz aranymosótál a hátán, meg egy ásó, egy csákány, azonnal. Némi élelem, egy kényszersült. Szita. Figyelj, mi nem lakunk messze a második kerülettől. Na. Hát mi van, ha ez? Mi van, ha ez egy tendencia? Hogy így bedobálnak óvoda udvarokkal. Második kerület, 11. kerület, Török, Bálint, Budaörs, mit tudom én. Ha ott ez így a budai részen, ez egyfajta tendencia. Na várj, nézzük meg, hogy kerül oda? Tehát ugye itt nem arról van szó szerintem, hogy ez valami évszázados régészeti lelet nyilván, ugye? Tehát arról van szó, hogy valaki bemászott egy óvodába, és elrejtette az aranyat? Rá lehet. Ez egy lopott arany, csak bújtatják. Vagy valamelyik szülő azt mondta, hogy hát ha vagyonosodásim van, engem nem találtok meg, megbízta a gyerekét, és azt mondta, ásd el apának, az óvoda kertjébe. Mert ott úgyse találják meg. Mi van, egy szülő ásatta el egy gyerekkel? Hát, vagy mi van, ha ez egy magánóvoda, és korábban ez a telek egy magánszemélyé volt. És akkor övé az arany. És korábban ásta már el, utána megvették ezt a telket, építettek rá egy ódát, na, akkor mi van? És mi van akkor, ha te egyébként kintről végignézed, mert a tiéd az arany, ahogy a gyerek elkezdi kiásni. Macika, a másik oldalról. Macika, menj már végig! Figyelj, és a bűntársad ott van mellette. Hogy van? Dezső! Gyere már itt, rohadtkölyök, most ássa ki az arany! Tehát te az óvoda mellett laksz. Nem akarsz magadnál aranyat tárolni, mert 1,5 millió forint arany eredetét nem tudod megmagyarázni. Bemászol éjszaka az óvodába, elrejted az aranyat, és mit csinálsz? A saját kertedből, a saját erkélyedről figyeled, ahogy egyébként ugye ők ássák, vagy hogy mozognak a kertbe. És egyszer csak észreveszed, hogy a kis rakoncátlan málészájú Dezső, a kis ortúrós, kis fikaevős, kis barátjával, na, Petivel. Ha valaki ráismert a Peti nevű gyermekére, attól elnéz. Nem a, ő. A nem nagyon ő. Szemtelen, felvágott nyelvű kis Marcikával. Igen. Elmennek gilisztát vadászni. És azt látod, hogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni. És most te aranyadat. Adod a kis pukigyáros Andriska. Igen, és ott van a kis nagyon sokat fingó Andriska, aki egyébként nagyon szemtelenül beszél az óvónénivel, és nagyon meg kéne már pofozni. Látod, ahogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni a te aranyadat? Hogy kerül az odadat? Most komolyan kérdezem. Mit csinál egy óvoda kertjében 300 gram tört arany? Ami nem régészeti lelet, tehát azt valaki ott elásta. Bizony. És tudjuk-e biztosan, hogy nincs-e még 5 ilyen elásva az óvoda területén? Én felásd biztosan. Na hát, irány az óvodazba. Abba hát, biztos lehet, hogy a gyerekeket már nem engedik oda. Mi? Így van. Szerintem a fűtőbácsi már felásta ott körbe. Hát, na most kerítés mellett.
ugye ha te a földben találsz valamit, igen, az elvileg a magyar állami. Így akkor van, is ugye? Az én telkemem van. Tehát nekem van egy, vettem egy telket, igen, valahol, igen, más, az az állami. Mi köze? Há, hello. Sajnos ez így van, nem úgy, mint Amerikában. Ott a te földeden, amit megtalálsz, az a tiéd. De a magyar állam, ugye a magyar törvények szerint, amit te a földben találsz, az, tehát ezt nem termelheted ki az állam engedélye, aha, nélkül. Kivéve az a magyar bácsi, az, aki állítólag Németországban dolgozik hosszú ideje már. Na most várjál viszont, ugye a találás viszont, igen, az elmondja, hogyha te egy éven keresztül mindent megtettél, akkor egy éven belül az a kicsi az az arany? Vagy most ki az az arany? Miért nem adják oda a kicsinek? Most jobb, mint egy rendőrségi leltár gyarapít egyébként. Mi csinál vele? Mit csinál vele? Előtt a karékossági? De lehet egy 5 évesnek tulajdona? Lehet? Egy 4 éves gyereknek? Hát félreteszik neki. Hát miért, amikor, hogy ki, szilveszterkor születik valaki, vagy az év első gyermeke, az is kap mindig valamennyit. Érted? Jó, de 18 éves koráig azt a szülei kezelik. Igen, majd én kezelem neki. Majd én vigyázok rá. Miért nem adják oda a kicsinek? Ha a kicsi ekkora kincskereső, és nem jelentkezik érte senki, akkor ez a kicsit megilleti. Mert nem inkább adják a neki az aranyat. Magyarokrémes kiflére van rágyógyulva, szerintem még nem annyira tört aranyra. De csak tudja, hogy mi az értéke, nem? Hogy ez a nyilván dolog. Tudja, mely beüti otthon az interneten tört ne, arany, de azt mondja, fektetési arany. Igen, klapkát fölhívja, megkérdezi, mennyibe kerül. Nem. Gyerekek, itt az óvónő is nagyon becsületes volt. Igen. Én elintéztem volna egy savanyú cukorra. Azt mondom, Petike, Petike, büdöskölök, gyere csak ide. Na, mi van ott? Na, mi az Petike, ő is kell zsebédet. Kincset találtam, olyan, mint a trüffel, szagol meg. Adj csak ide gyorsan. Óvó néni elrakja. Hát senki meg nem találja. Na, óvó néni zsebében. Főzelékből még egy adag. Igen. Szépen kicsempészi az aranyat. Egy kis csoportost milyen könnyű lehazugozni, nem? Hazudik. Apa, aranyat találtam, találtál te nagy frász, na befogad a szádat, mész aludni. Apa, az óvónéni elvette az aranyat. De most komolyan tényleg, hogy kerül az oda? De én egyébként ennek örülök. Én megmondom őszintén, hogy ezt példaértékű dolognak tartom, és ebből látszik, hogy azért nagyon sok szülő nagyon-nagyon szisztematikusan, nagyon racionálisan és nagyon becsületesen neveli az ő gyermek. Ez nekem nagyon szimpatikus. Mert érted, hogy ha most mondjuk ez a gyerek nem adta volna ezt a kincset, aztán érted, mi lett volna később? Azt jaj, ne kellett... gyere már ezzel, Janikom, olyan, hogy a virág, majd a becsületesség, és te milyen büszke vagy rá, de hogy így. Jaj, hagyjál már ott ezzel, micsoda. Otthon sírnál, másféle papa. Petikém, Benikém, nagyon ügyes, hogy papának ide gyorsan, zsebecskébe, belecskébe, így van, itt egy kis kinder tojásocska, na játszál szobába szépen, papi intézi az aranyat, minden nap kiüríted a zsebeidet. Ennyi. Aztán hozott haza szépen. És megdicséred a gyereket, hogy becsületes volt veled. Tehát neked nem hazudott, érted? Igen. Nagyon ügyes volt. Hazahoztad, igen, ügyes vagy, fiam. Még átnézem a zsebét, nem tette 3 grammot, ugye? Á, gyerek nagy játékos azért, ki tudja, lecsippentett a kis hozományból egy keveset, azt mondta, az jobb lesz ínséges időkre. Azonnal átnézzük a zsebeit, mert becsületesség. Hát a papának gyorsan oda. Az ilyenek miatt, mint ti, kellett visszavennünk a szeúzó kincseket. És se kerültek volna az országba. De most mi az a... Jó. Tessék. Most Ovó néni azt mondta, hogy jelentettem a rendőrségnél. Most mi lesz az aranyja? Na ezt kérdezem elvitte, én is. Rendőrség elvitte, bevizsgáltatták, igazi arany. Nagyon szuper. Most mi van vele? A becsületes megtalálónak jár a rendőrség, most egy évig altatja, vagy keresgéli a gazdáját, ha egy évig nincs meg, ugye akkor... Elvileg a találás az azt mondja, igen, most, hogy földben találtad, azt nem tudom, hogy visszaszáll a magyar államra, de azt hiszem, a PTK szerint a találás jogköre az az, hogy egy éven keresztül neked minden meg kell tenned, hogy meglegyen a valódi tulajdonos. Ha megtettél mindent, és nem, akkor a tulajdonjog az átszár rád, mert hogy te találtad. De arra csak bizonyos időintervallum után tarthatsz jogot, tehát nem lesz azonnal a tiéd. De ez csak legalábbis földre, én még így tanultam. Ez nem... csak a földre vonatkozik? Tehát, hogyha például a faudúban találod? nem a földre. Mit tudom, hogy találsz egy esernyőt, találsz valahol, akkor annak bizonyos idő után a tulajdon joga átszállhat rád, de neked mint találónak mindent el kell követned, hogy az meglegyen. Egy év. Azt hiszem most egy év, nem tudom, hát már régen volt. Egy évig azért viszonylag nehéz úgy keresgélni. Hogy tudod, hello. Mit mond a arany? Nem, úgy nem jelentkezett senki. De figyelj, ezek az aranylapok egyébként nyilván vannak tartva, van benne valami szám, bele van írva valami. Tehát ez nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát én most befektetési szándéka veszek aranyat, akkor én kapok 3 rögöt, aztán kész. Azt tehát annak nincs egy kódja, egy törzszáma. Nem? De a befektetési aranynak már van. A tört aranynak nem feltétlenül. Hát de ha ezek vizsgálják. Lapok voltak, akkor ez nem tört arany. Nem biztos, de lehet, hogy valami bőrök törték. Igen, tehát hogy lehet, hogy ez egy nagyobb lap volt, és aztán abból csináltak kisebb lapokat. Azon gondolkozunk el, hogy ebben az óvodában egyébként hány szülő
mondhatta azt a gyerekének, hogy Petike, holnap menj, jársál kicsit. Aha, igen. Tehát én azért másnap néztem volna meg az óvoda kertjét, és azt látod, hogy 30 gyerek térdel, tudod, és az apai utasítása nyakig igen. földesen. Most érted? Andriska, fú, már megint te voltál. Nyissátok ki az ablakat, iszni egy büdös gyerek. Gyere csak ide egy pillanatra. Na, fia, mit akarsz játszani holnap? Hát, fogocskázzunk, de ez nem ástok. Ástok, igen. Most érted, a mi gyerekeink egy óvodába járnak. Megtudom, hogy a te gyereked aranyat találtak igen. ebbe. Nehogy már mi gyerekeinket másnap... Te holnap témát ott fogsz találni! Kimész a kertbe... Adok a zsebedbe, szórd el, aztán vedd föl! Kimész a kertbe 10 órakor, amíg a többiek libikókáznak, lefölhintáznak, nem tudom, mérlekhintáznak. Mit csinálsz? Ásol! Fogocskázol! Ásol! Ásol biztosítok a gyereknek. De gyerekek azért az óvonő is korrekt. Nem? Nagyon rendes. Teljesen. Nagyon. Már csak azért is, mert megnéztem. Na, nyilatkozott egyébként? 1000 grammos aranyrúd, az közel 10 millió forint, tehát a 300 gram, az 3 millió. Hoppáljunk meg! Láttatok nyilatkozni az óvonéni? A fülében hatalmas fuchs. Nyilatkozott az óvonéni, majd elment egy éves betegszabadságra. Igen, majd elment és learanyoztatta a testét. Most tök komolyan mindenki gondoljon bele egy pillanatra, de ne humorizáljon. Igen. Tényleg. A gyerek hazajön a zsebében az óvodai ásás után egy Rolex órával. Aha. Most csak tételezzük föl, 9 millió forint az arany, 80, egy Rolex Daytonát megveszel 1,5 millió forint. És azt mondja, apa, ezt a kertben találtam ásás közben. Megnézed Rolex Daytona, megnézed milyen kiadás. Ér az óra 2 millió forintot. Megkérdezett, hol találta? Azt mondta, a mászók alatt ásott egy félméteres gödröt, benne volt egy Rolex. Tessék. De tök őszintén nem azt, amit most a tömeg akar hallani, meg nem azt, amitől én jobb színbe tűnök föl, vagy most nekem ez jót tesz. Hazahoz egy Rolexet. De nem is kell, hogy Rolex legyen. Hazahoz egy csomag aranyat, és így leteszi elét, hogy apa, ezt a kertben találtam. Kiszámolod, és rájössz, hogy 2,5 millió forintot hozott haza a gyerek. 2,5 millió. Mit csinálsz? Ott ültök így csak anyával, a zacskó az asztal közepén. Talált tárgyakot. Zacskó, ültök és így nézitek. Aha. Anya hozza a kis mérleget, amin egyébként a túrótortában leméri a lisztet. Gyorsan ráteszi az aranyat, te nyelsz egyet, van egy kalkulátor, beütött és azt mondta, 3 millió forint. Koszos a zacskó, látszik, hogy a gyerek kiest, a gyerek nem hazudik. Aha. Tehát nem berát, nem azt mondja, hogy lopta, az apa a mászók alatt volt. Hát ott van 3 millió forint az asztalon, mit csinálsz? A kérdés az, hogy Feri és mi mit csinálnak vele, mert te tegnap elmondtad, hogy te nem vennél Rolexet, te valószínűleg visszavigyed. Rolexet nem, akkor más típusú órát vennél. 3 millió forint ott van az asztalon. Mondanám azt, őszintén. Hogy mind becsületes megtaláló visszaviszed, de mi már találtunk így órát. És jó pár évvel ezelőtt egy Longines, ami szintén egy egész jó kis márka. Az ilyen 2-300 ezer forintos óra. És nem nagyon kotortunk azért, hogy... Jézusom, te loptál nagyon egy Longines. Gyerekek, nem ez életszerű, valahol találsz egy Longines, most nem jársz körbe Budapest, hogy ki ez a Longines. Csak megkérdezed, de kit kérdez, hol találtad? Hol találtad? Hol találtad? Itt körülbelül utcán? Mégiscsak egy moziba találtok, hát kit kérdeztük? De most tényleg a moziban találsz egy Longines, ott leadod utoljára. A rendőrségen. Dehogy adod le a rendőrségen. Én se adom le, csak mondom. Leadod a rendőrségen. Azt hittem, hogy poljot. Tessék, ott van az asztalon 3 millió forintnyi arany. Visszaviszed az óvodába? Most tényleg mindenki egy kicsit próbáljon belehelyezkedni a szituációba. Bemész másnap az óvónőnek, és azt mondod, hogy talált a gyerek 3 millió forintnyi aranyat. Nem azon, öné óvónő. Mit csinálsz? Vagy elrakod? Na? Elrakom. Elrakod, ugye? Persze. Legyünk őszinték, elrakod. Igen. A Rolex-el azért van könnyebb dolgod, mert ott meg tudod azt csinálni, hogy kimész a keletihez, és a kabátos bácsitól veszel 10 000 ért egy ugyanolyan Rolex-et, hamisítványt, és azt beküldöd a gyerekkel, hogy ezt most találta, itt találta a gyerek ezt a Rolex-et. Tehát elrakjuk. Hát szerintem el. Fel sem merül a kérdés, hogy visszaviszük az óvodába, és megkérdezzük, hogy vajon kié lehet? Elhallgattatjuk a gyereket, és azt mondjuk neki, hogy nem találtál semmit? Azonnal hazugságra bízzuk a gyereket? Óvodába. És azt mondja, apa, hol a csomag, amit találtam? Nem találtál semmit? Vagy összebeszélsz a gyerekkel, és azt mondod, hogy apa és anya ezt most elrakja, de te innentől kezdve nem mondasz senkinek semmit az óvodába. Azonnal el fogja mondani másnap az óvodába, hogy hazozott egy zacskó aranyat. Ezért mondom, nem. Azonnal átíratod egy másik óvodába. Persze, nyilván életszerű, hogy kiveszed a gyereket 3 millió forintért. Nem jön többet? Nem. 3 millió forint ott van az asztalon, na, ugye? Nem szabadna visszavinni, hiszen ez is egy lépés lenne egy új, egy tisztább, egy szebb spirituális világ felé, ahol az anyagi dolgok már nem annyira fontosak. Hát ne adjunk neki vissza. Mert érted, más lenne a dolog, hogyha mondjuk hazahozna a gyerek egy 88 mm-es légelhárító ágyú lövedéket, hogy ezt ástak ki. Ott azt lehet, hogy visszaküldeném vele, de Rolex. Gyerekek, sanszos, hogy eltenném.
Kivéve, ha a Kassa TB bácsitól kaptam, akkor nyilván hamis. Nyilván kamu Brightly. De nem, tényleg. Feri, eltennék, nem? Persze. Ugye? Hát, rohadékok vagyunk, de el. Egyértelmű. 3 teljesen egyértelmű. Képzétek már, rettelt pénz. Mennyibe kerül egy fémdetektor? Ja, hát, 15 000-ért már lehet. Veszek egyet a Beninek húsvétra. Vegyél apa azt mondta, hogy bicikli lesz, nem? De jó, erre vigyed szépen magadral. Na jó, érdekes ez a történet. Nincs meg még az Obi, még mindig nem tudjuk, hogy melyik Obi, úgy fölhívnám őket. Hát szerintem nézzük, hát ha van már friss képek a második kerületre fent a Google Earth, és ahol nagy áshatást látsz. Igen, ahol az óvoda kertjében hatalmas dombok vannak. Mellett, igen, akkor ott lehet, hogy valami társnak is. És na az minden. Lehet az óvoda. Nem tudom ki a kis kincsvadász, de imádom őt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanat. George Clooney támogat egy alapítványt. És ha te befizetsz $10, aha, vagyis regisztrálod azt, hogy te támogatod az ő alapítványát, a Szudánnak, Dél-Szudánnak akar segíteni, míg a szudáni eseményekre akarja ráirányítani a figyelmet. 10 dolcsi befizetése után egy valakit kisorsol, aki egy egész napot eltölthet George Clooney-val. 10 dodó, az nem kevés pénz azért. Micsoda, George Clooney-val tölts egy napot? 200 forint. Hát sajnos most igen. Most igen, nem annyira jó. Kicsit gyengébb a dollár. Hogy egy napot eltölthetsz George Clooney-val. Figyelj, én többet is fizetnék érte. Hogy egy napot együtt legyél George Clooney-val? Ha tudom, hogy erre nagyon komoly esély van, akkor én mindenképpen. Neki nagyon jó női vannak ugyanis. Ja, hát a George nem nagyon beszél. Ja, és te lennél a kivétel, vagy hogy érted? Hát meg ő nyilván olyan helyekre megy, olyan szállodába, olyan étterembe, olyan exkluzív golfpályákra. Azt téged nagyon érdekel az exkluzív golfpálya. Miért nem nevezzük be az Annát? És küldjük el, hát ha kisorsolják őt, hogy elmehessen február 13-án az új filmjének bemutatójára egy napot együtt töltve George Clooney-val. Vagy nevezzük be saját magunkat. De szerintem az a jobb. Az nagyobb, ha ott állsz mellette belekavarolva. A nő George Clooney mellé sorsolva, az tök banális, meg tök közhelyes. Figyelj, nekem van erre. $3.30. De nem, én arra gondoltam, hogy mind a hárman befizetünk $10. Hogy neked még nagyobb esélyed legyen. Hát akkor nekünk mi a bóni? Én különösképpen nem vagyok oda George Clooney-ért, tehát mint színész, szerintem ilyen egyarcú, tehát nem jó filmekben játszik, de nem egy akkora színész. Persze, szerintem. Persze, sajnál csak. A világ egyik legnagyobb filmsztár. Gazdag, milliárdos. Ki nem állhatom. De miért nem megyünk el találkozni vele? Vagy miért nem adjuk meg az esélyt ennek? Hát szerintem adjuk meg. Domborítunk egyet a vörösszőnyegen, elviszük valahova vacsorázni. De most várjál, ha George megy a vörösszőnyegen, igen, akkor nő kell mellé. Ha te nyersz, vagy a Jani, vagy én. De ez milyen csúnya diszkrimináció ez? Hát én befizetek $10. Ez megint ezt a rohadt diszkrimináció. Ez most megint elszilárdolom. Igen, ezt most megint tökött. Tehát, hogyha én befizetek $10, hogy támogassam az ő alapítványát, amivel a szudáni eseményekre akarja felhívni a figyelmet, hogy milyen alapon választ ő csak nőt? Aha. Fotót is kell mellé kelni egyébként? Hát vezessük meg George-ot, tehát tegyünk be valami bombaképet. Miért kéne a fotó? Nem kell a fotó. Mi alapján válasz? Egy név alapján? Hát ő segíteni akar a dél-szudániaknak, tehát hogy igazából tök mindegy. Mondjuk, ahogy felvezetett ezt a dolgot, hogy elvinnéd vacsorázni, ezzel már jelezted, hogy aznap ő lenne a csaj. Nem csak elképzeltem egy estét, hogy ott ülsz George Clooney-val, hogy egyébként milyen közös témáitok lennétek? Mondjuk nekem ez a George, ez egy Gyuri. Jó? Inkább legyen Gyuri. Jó? Gyuri? Clooney, Gyuri. Oké. Okay. Tehát ott ülsz Clooney Györgyel. És te nyilván kapnál valami olyan ételt, amit te fel se ismernél. Vagy... hát, igen. Finoman zinkeltek, csak szólok. Reklamálnál, hogy hol van a tofu szendvicset, kihoznának oda valami osztrigát, vagy nem tudom mit. Miről beszélgetni George Clooney-val? Mert ugye ebben egy vacsora benne van, egy egész napot együtt tölthetsz George Clooney-val. Ebben benne van az is, hogy egy pasival domborított a vörösszőnyegen, és kicsit rámarkolsz a seggére? Eljátszanám, hogy nem tudok beszélni, mert olyan hangszáll problémáim van. Ez egy nagyon izgalmas. I don't know, Robitussin. Robitussin-t érteni. Igen. Vagy csak annyit mondaná, hogy George, jó ötlet volt a Vegas-i út, jó ötlet volt a Provident. Igen. Thank you, George. Köszönöm, hogy itt lehetek, bár önköltséges volt a kiutazás, de jó ötlet volt, meg az jó ötlet volt a Provident. Szóval, hogy tetszik, Anna elmenne George Clooney-val randizni, mi a fenéről beszélgetnének egyébként? Valószínűleg ilyen kicsit sekélyes, ilyen közhelyesen jópofáskodó, ilyen félhülye beszélgetés lenne, nem? A Gyuri miatt lenne félhülye nyilván, mert a másik fele az nem lenne hülye, az lenne Anna.
De most ott ülsz remegő térdekkel Hollywood egyik legnagyobb ikonjával. Nem? Én nem gondolom, hogy ebben a helyzetben egyébként valaki tudna baromi természetesen viselkedni, ha csak nem egy ilyen minden hájjal megkent mifélénk, aki azért nyilván az asztal alatt valami cinkosságot nyilván megpróbálna elkövetni. De mondjuk odaül egy megszeppent csaj, én nem hiszem, hogy ez egy ilyen oldott beszélgetés. Hát... Meghallgatnék egyszer egy ilyen rajongó találkozik az ikonjával egy jótékonysági eseményen, hogy az egyébként szerintem egy ilyen átizgult, kellemetlen valami, nem? És nem is tudsz normális témákat felhozni, miről beszélni, és akkor milyen a filmforgatás? Tényleg milyen volt együtt dolgozni Brettel az Ocean's Eleven forgatás? Hát mit tudsz tőle kérdezni? Na de várja, ott ülsz Clooney Györgyel, és akkor Clooney Gyuri Brettről kérdezett, hát ez is mennyire gáz lenne. Egyébként szerintem, ha igazán jó arc valaki, akkor elmegy Clooneyval, tényleg, és csak. És hogy ismerted meg Bredet? És milyen volt? Ugye azért ugranak egymással, ennyivel ezt lehetett olvasni, ez nem biztos, hogy igaz. És csak Bredről például. Tehát mi a fenéről tudsz beszélgetni vele? Hát szerintem időt kellene nyerni. Na, hogy kimész a budiba? Még mielőtt kiutaznál, meg kéne nézni, hogy írják a fekete kagylót, és egy rohadt nagy vödörrel berendelnéd, és gyakorlatilag az egész vacsora így telnél, hogy... Érted? És onnantól kezdve megvagy. Feri, mivel lehet időt nyerni a kajálásnál? Ki állja inkor a cehjet? Igen, ő állja? Hát csak ő. Persze. Csak languszta, csak homár, csak belug a kaviár. Tehát rájátszani arra, hogy egy picit lesápadjon. Aranyfüsttel, tehát ha duplát tudsz kérni mindenből. Egy ilyen dogi bagbe azért egy picit csomagolnánk, nem? De arra ugyan el tudom vinni. Elnézést, elvitelnek kérnék még 6 garnélát, 4 kiló homárt. Iszonyatosan prosztó lehet. És az a milyen pesgő. Igen. Kihoznák a kézmosót, benne egy citrommal, tudod, azonnal. Meginném. Szerintem. Azonnal meginném. Limonádé. Elnéző, egy kis édesítőt tudna belehozni. Túlságosan savanyú a limonádé. Szóval, hogy miért nem nevezünk be 10 dollárra? Hát, a kisorsol minket. Hát most miért nem próbáljuk vagány meg? Lenne. Önköltséges a kiutazás? Vagy ilyenkor állja az alapítvány? Igen. Tehát találkozunk a Kennedy Reptér cégkiállatánál a kettes terminálnál. 10 dollárt és 30 az út. Tehát, hogy... Hát mire innen kirepülsz azért mondjuk Vegasba, az egy Budapest Frankfurt, Frankfurt New York, vagy egy Amsterdam Vegas az már van mondjuk, vagy egy Amsterdam Los Angeles azt már meg tudod repülni. Finom, 16 óra nem sok. Ja, és egy napot vagy kint vele. Kint vagy egy napot, igen. És utána jössz vissza. Óriási élmény. Van, aki erre befizetett? Van az biztos, a rajongó típus? Biztos, nem? 100%. Hát csomó olyan, hát elsősorban hölgy van, aki mindenképpen. Vagy pedig itt a kisebb filmmagazinoknak az újságírói végre találkozhassanak vele. A Norbi mit kérne szerintetek? Hm? Hát ő Norbi, te mit fogyasztanál? Vagy mit vinnél magaddal? Mi lenne az acskóban? Bagli. Hát nyilván a kurás terméket megmutatná azért Gyurinak hát a fantáziá. Mi van nálad, kedves Norbi? Bagli. Nem akarod eltenni? Nem, én csak... Bagli. Eszem. Igen. Írjanak már olyanok, nekünk, hallgatóink, akik randiztak magyar hírességgel. Hogy viselkedett? Ki volt az a híresség? Hát mit csinált? Hogy próbált befűzni? Udvarolt, nem udvarolt? Rámenős volt, nem volt rámenős? Meghívott, nem hívott meg? Bepróbálkozott a vacsora után, hogy gyere föl hozzá, vagy adott még egy kört, és meghívott még egy vacsorára? És én személyesen, az asztal alatt. Szépen kérem, Feri és Balázs exeit. Mindig úriember voltam. Elegáns, de nem túl elegáns. Aha. Szolíd, de mégse szolíd. Finom étel. Jó ital hozzá. Hazavisz, lányt kirak a kocsiból. Jézus, a Mr. Rébus. Elegáns, de mégsem elegáns. Udvarias, de mégsem udvarias. Gálás, de mégsem annyira gálás. Vittam eltékot, meg nem is. Mesztelenül mentem, meg nem is. Lóháton érkeztem, meg nem is. Nem, a csajokat az zavarja össze, ha elviszed vacsorázni. És ott van nálad két szita összefordítva, és benne van egy galamb. Igen, hoztam ajándékot, meg nem is. Elviszed vacsorázni. Elköltitek a vacsorát. Elköltitek. Aha. Berakod a kocsiból. Igen, olvastál valami jókait is. Egy kötelező olvasai félig megvolt. Berakod a kocsiba, hazaviszed, kiszállsz, elköszönsz, hazamész. Ez ponyveregény egyébként. És kirakod a csajt. És nincs nyomulás. Nincs semmiféle kétértelmű viselkedés. Hidd el. Aha. Tágyjában voltál. Nem, az első randi túl rámenős vagy, már a kocsiba kicsit, nem szeretik. Az első randevúnál kicsit kétségek között kell hagyni. Nem kell semmit bepróbálkozni. Mozi, hazaviszed, kiteszed, úgy fog reggel följönni, mint a húzat. Higgyétek el.
ha majd randizni mentek. És szerint ki a párotokat a kocsiból, menjetek föl egy külön lifttel, és másnap reggel rátok fog csörögni. Nem, tényleg ez egy jó. Csak nem mutattál egy pici érdeklődést? Tehát, pici érdeklődést kell mutatni, de nem kell. Nem kell. Tök összhelyesen rám. Tehát akkor neked volt stílusod. Tehát nem, volt. Nem, ezt a viselkedést nem a kényszer szülte, hogy már odafelé a kocsiban megjelentek az első foltok a gatyában, és láttad, hogy ma este már nem lesz semmi. Nem, mindig annyira töltve mentél. Mindig annyira kellett kakilom, hogy haza kellett róla. Haza kellett mindig róla. Nem, hidd el, hogy ezt a csajok szeretik. Várják, hogy kezdeményezzél, de ugyanakkor abban van valami kicsi izgalom, ha nem rontasz egyből ajtóstul a házba. Nem kell az első brandi, már rakod ki a kocsiból. Nem lábazod meg rögtön. Nyilván átajolsz, csókolodás, igen, gyere föl, följövök, dögunalom. De ugyanezt akkor is, hogy a taxival és az anyósul is elősz. Ez csak bébi. Hát ő az egy kicsit, és már rossz a taxis. Gyerekek, én minden taxis boldogát teszek, aki éjszaka az a visz. Nem erről van szó, de a csajok szeretik a misztikumot. Szeretik azt, ha nem teljesen egyértelmű, hogy pali, hogy vacsora, igen, és már kocsiba nyomul. Hát nálam a misztikum alaik terület, még nem tudni kifizet. Ja, a misztikum nálad egy lőrinci pizzázó volt, maximum. Nem, a misztikum az volt, hogy az volt, igen, hogy volt az a zöld feltét rajta, az tényleg brokkoli? Hát a misztikum az volt, hogy ki tudod-e fizetni a cekket. Ki tudni vagy tudja, csak hogy akarja. Igen, vagy hogy a csaj önköltségesen vacsorázott le. Halló! Sziasztok! Hello, Berni! Szia! Szia! Na, Berni, mesélj! Te kivel? Katus Attilával. Nagy csajod, hogy itt volt, vagy még mindig az, hogy most pár éve nem tudom, mi történt? Hát ez pár évvel ezelőtt történt, tehát a megismerkedésünk már elég viccesen alakult, mert fősúl is révén a közeli bevásárlóközpontba elmentem ebédelni, és természetesen hol ebédeltem? Az egyik leghírhettebb gyors étteremben, most nem mondom ki ugye a nevét, és hát ugye tudjuk, hogy Katus Attila, hát az életmód, egészséges életmód szóvivője, ő valakire várt ott pont az étterem sarkánál. De hogy bejött ahol, asztal borogatni. Mi gondoltuk ti, mi lesz ebből a piacon? És leszólított, hogy mi történt? Nem, hanem láttam, hogy nagyon néz rám, és mosolyog, én meg pont haraptam a kis hamburgerembe, és elszégyeltem magam, hogy úristen, mit csinálok. Úristen, elkeverték a salátámat. Igen, próbáltam igen így hárítani, hogy átéveszem is én ezt, nem toltam el magamtól a tálcát. Utána ő találkozott valakivel, tehát nem jött konkrétan oda hozzám, ezért én tettem meg az első lépést, hát még fiatal voltam és bolond, és ráírtam Facebookon, hogy én vagyok a lány, aki ott ült a meghívón, és akkor visszajött, hogy mi lenne, hogyha együtt ebédelnénk. Hát természetesen igent mondtam. Másnap szintén ebben a bevásárló központban ebédeltünk, természetesen már nem a gyors étteremben, hanem egy... Csúri ember volt? Állta a cekhet, ő fizetett, vagy ketté dobtátok, vagy te hívtad meg? Úriember volt, az étteremnek a napi menüjéből. Bármit választottál az étlap első oldaláról. Úristen, de komoly. Előétel 300 forint. Előételig bármit, utána a többit közösen álljuk. Smart kártyája volt. Jó, és beteljesült a dolog? Vagy volt csók, vagy bármi? Nem jutottunk el odáig igazából, mert nem jött a szikra, vagy a tűz, vagy nem is tudom, viszont miközben ettem, én egy elég vékony alkat vagyok, és ahogy ettem, elemezte, hogy milyen kis falatokkal leszek, ezért hamar megtelik a gyomrom, ezért vagyok ilyen vékony. Úgyhogy egy kis szakmázás is jött közbe. És aztán hogy nem volt valami, hogy akkor érezted, hogy most megcsókolna, és akkor te elfordult, ennemet mondtál, vagy nem is volt a nagy pillanat, amikor úgy mindenki tudja, hogy most a másik mire vár, ez elmarad? Igen, ez maradt el, ugye a részemről sem éreztem azt, hogy hú, azért, mert ő a Katus Attila, akkor én most nem is tudom, megmásznám, de mondjuk ezt inkább Galambos Lajosról lehet elmondani. És ugye a végén volt egy elválásnál két puszi, és akkor maradtuk, hogy keressük egymást, ami nem annyira történt meg, bár egy pár héttel később megkeresett, hogy mi lenne, ha fellátogatnék a lakására. Kicsit hagyta pihenni a dolgokat, altatott, és utána visszatért. Mondta neked, hogy a múltkori rendezvón olyan megfríz voltál vele? De végül nem mentél akkor. Nem. Na jó, van. Köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Köszi, Berni. Ciao, hello. Na nézzük még egy-két SMS-t, hogy hallgató, hogy kivel randiztak és hogy viselkedtek. Én Balázsral randiztam. Az első randon kicsit nagyképű volt, de aztán a második randi éjszakáján kárpótolt mindenért. Puszi Hoffer Misi. Nagyon jó. Igen. Damu Rolanda randiztam. Nagyon kedves volt, nem túl lakodó. Mindent ő állt. Kata vagyok, ne hívjatok.
Egyszer találkoztam Pataki Attilával a rendőrségen. Üdv, Sanyi. Itt van Kriszti. Hello, Kriszti, jó reggel. Hello, sziasztok. Találkoztam Gergely Robival úgy, hogy álltam egy ilyen 11 évvel ezelőtt, én kb. Ilyen 24-5 éves voltam. Álltam a buszmegállóba, és megállt az autójával, hogy ő elvisz engem a munkahelyemre. Hát egy igazi. Letekerte az ablakot, klasszik, hogy igen, megvisz a munkahelyet. De nem tudom, hogy miért szálltam be az autóba, megmondom őszintén. Talán azért, mert hogy Gergely Robi volt, és hogy így csak nem bánt engem. És mondta, nem mondta, hogy várjál, ha nem ismersz meg, segítek. Emmanuel. nem volt ilyen. Emmanuel. Menj már tovább. Állna be a busz, paraszt. Nem érem, és tovább, ne itt énekeljél már. Nem, egyébként énekelt nekem valóban később, amikor azt mondta, hogy később találkoztunk, és mondta, hogy sétáltassuk meg együtt a kutyánkat, és aztán kutya nélkül érkezett, amit nem értettem, és mondta, hogy elvisz, mert a lakásán van a kutya. Várj, hogy történt? Tehát elvitt a munkahelyedre, kiszálltatok, elkérte a telefonszámot, így és van. Utána rá csörgött újra? És utána csörgött rám, igen, és aztán később mondta, hogy akkor találkozzunk, és sétáltassunk együtt kutyát. Tehát ez már ilyen randi féleség volt, vagy randira hívó. Valami hasonló lehetett, igen. Hova lehet vacsorázni, vagy mi történt aztán? Nem vitt vacsorázni, hanem végül is annyi volt, hogy aztán elmentünk ugye kutyát sétáltatni a lakásán. Aztán ott elővett a lakására. Uh-huh. Igen, én nagyon zavarba voltam, mert ugye arról volt, hogy kutyát sétáltatunk, aztán beszálltam a kocsiba, mondta, hogy mindjárt hozza a kutyát, csak előbb elmegyünk hozzá. Csak előbb lezuhajzunk. De egyébként nagyon kedves volt, tehát, hogy semmi rosszat nem tudok rá mondani. Gyönyörűen énekelt, ez mondjuk tény. De hogy miért énekelt? Hogy egyszerűen lehet. Hát előbb mondom a gitárt, és elkezdett énekelni. De azt mondta, hogy Kriszti, maradj egy kicsit, mindjárt jövök. Eltűnt az előszobába, visszajött egy gitárral, letérdelt a szoba közepére, és elkezdett énekelni? Nem, leült az asztalhoz, és akkor elővett a gitárt. És mit énekelt arra? Mert bocsánat, én azt nem emlékszem, valami új dal volt. Én azt hittem, hogy még az autóba kezdett el érkezni. Nem. Hívnak, fogd már meg vicc a kormányt, akkor előnök meg neked egy a hátsóra is emlékszem. És mi történt aztán, vagy mi volt? Aztán végül is még párszor felhívott engem telefonon, és így ennyibe maradt. Beteljesült a dolog, vagy visszahúzott? Nem. De úriember volt, kedves volt, nem nyomult. Abszolút. Lehet, hogyha mondjuk nem én lettem volna, akkor másnak ez nagyon-nagyon... De nekem ő egy kicsit nem egy korosztály volt akkor. Hát én akkor voltam 20-10 évvel ezelőtt, sem volt 20 éves. Tehát de mondom ezt a függetlenül. Beszél. Tehát volt köztetek egyfajta generációs különbség, ha elmondod. Így van. Köszi, hogy elmondta, ciao. Óriási duba, gyere föl hozzám, és sétáltassuk meg együtt a kutyámat. Hát, mondjuk kétértelmű a dolog. Nézd, itt van a kis buksi. Szeretnéd, hogy énekelnék neked, hogy persze. Hallod? Bezártam a kutyát. De utána visszük. És mondtam már, hogy van egy hatalmas gyalagod, nem is? Sétáltassuk meg a kutyámat. Óriási duba. Kicsit old school, nem? Kicsit old school duma, de a nagyon nagy. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Elszabadult piton, ami nem sikló piton. Most ugye a Bodzolinak olvasom egy Facebook bejegyzését, teljesen kiborult, és teljesen ki van, hogy itt érdem való elengedtek. Azt mondták, ez csak egy sikló. Engedd el, Józsi. Igen. Józsi, mondom, engedd el. Józsi elengedte. Ja, már igen a Józsi. Botond, légy csak, engedd el. Botond elengedte, kiderült, hogy nem sikló volt. Ugyan a piton ugye nem mérges kígyó, ha én jól tudom, hogy az a szorításával gyilkol, ha nagyobb lett. Igen. De hogy ez megnő azért egy piton, egy ez picit, egy 5 métert, az sikló. Picit megnő, és lehet, hogy betelefonáltad a kis izébe. Halló, kis hálat bazár, csak azért telefonálok, mert amit a múltkor eladtam, ja igen, Botond vagyok. Szóval, hogy amit a múltkor eladtak nekem, az a sikló, az egy picit már, mint hogyha nagyobb lenne, mint ami a kígyászkönyvben benne van. Harap. Picit harap, és nem tudom lefejteni az anyámról. Na most, ha én fölhívok valakit egy kis állatkereskedésre, és azt mondja, hogy fogja meg nyugodtan, és utána engem mondjuk halára harap egy kígyó, akkor mi van? Perelek? Hát nagyon ne, tehát akkor te már nem. Akkor eléggé föl van dagadom az arcod, meg mindenen. Azért az is kemény, aki azt mondja, hogy 80 centi fogja meg nyugodtan. Nem? Vigyen nyugodtan, nem mondom. Ne, biztos sikló fogja meg nyugodtan.
És kiderül, hogy rohadtul nem sikló. Te jó az egyébként szerintetek, hogyha valaki csak így mit tudom én, így telefonon keresztül így elmondja, hogy szerinte az milyen állat? Hát amikor ugye nekünk bejött a sikló a kertbe azon a kerti parti, mi fölhívtuk az Olit, bár egy pont aludt, tehát hogy szegényke nem tehetett róla, de hogy mi sem mertük megfogni, mert nem néz ki jól, meg ráadásul kerreg, meg sziszeg, meg kvarkok. De miért lenyelt egy órát? Nem. Kvarkogott. Nem ilyen hangokat adott, és köpött valamit. És az méreg, érted? És ez ketté mar téged a sav? Nem mered, hát, ilyen, annyira városi vagy, hogy nem mered megfogni. Nem tudod, hogy mi az. Nem, te mész oda. Mert egyből az jön, hogy na mi van, ha ott a Benjaminék elengedték a... Benjaminéknak van? Nem, már csak nem akartam csak a Béla mondani. Mert nem mindenkenjünk már minden botondra. Most a Benjaminok, igen, a Józsikra és aha, a Bélákra az a Benjamin és Jácin. Tehát ez lesz a B-jé. Tehát nem mered megfogni. Nem, meg nem is szabad, mert tényleg nem tudhatod, hogy mit eresztenek el. Na mindjárt megkérdezzük a magyar észventúrát, aki újra hétvégén állatbefogással töltötte az idejét. Itt van Bodzoli, hello Zoli, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Ez hol történt, Érden? Ez Érden történt, igen. És tehát az a szép a történetben, hogy ezt az állatot már be is terelték egy vödörbe. Tehát is úgy keresgettek a közösségi oldalon állatvédelmi csoportokat. Ugye hát próbál az ember, mikor pánikban van esve segítséget kérni mindenhonnan, és hát ott azt mondták nekik egy ilyen állatvédelmi csoportban, hát valószínűleg, hogy 10 éves gyerekek lehettek azok, hogy ez egy sikló, nyugodtan engedjék el, és hát a papa le is vitte a patak partjáról az erdő szélére, és el is engedte, de szerencse, hogy a szomszéd ugye lefényképezte ezt az állatot, és őt azért nem nyugtatta meg ez a dolog, és átküldte nekem, ő felkeresett közösségi oldalon, átküldte nekem, és én mondtam, hogy hát ez bizony nem sikló, hanem egy afrikai királypitom. Ugye, hát és akkor kérdeztem, hogy hol van az állat, mondták, hogy azt már elengedték. Na hát akkor gondolhatjátok, ugye egy 10 perces munkából ki kellett volna menni, vödörröstől együtt elvinni az állatkertbe, úgyhogy mehettem ki az egész délutánom, erre ment rá, mert tehát a nagyokos állatvédők azok majd ők megmondják. Tehát van 3 kutyuskájuk ott, a 2 hölcsögük, de ők már felismerik. De mit csinál egy ilyen kígyó egyébként, ez meg tud marni? Hát a királypiton azért nem nő olyan nagyra, tehát ezek körülbelül ilyen 100-150 centiméternek meg, tehát nem lesz olyan hatalmas nagy, mint egy indiai tigrispiton, ami 5-6-7 méter és megnőhet, tehát ezért ugye a óriás kígyóknak ez egy kisebb képviselője. Hát meg tud harapni, igen, tehát ugye ő is a szorításával öli meg áldozatát, de hát az elég rémisztő, mondjuk hát egy csuklóvastagságú kígyót tekerek a kertbe. Főleg az a rémisztő, hogy itt a nagyokosok ugye ránézésre megmondják, hogy ez egy erdei sikló. Tehát itt ugye az a legrémisztőbb. És lehetett volna képzelni, hogy egy királykobra, vagy mit tudom, egy csörgőkígyó. És kérdezik, hogy csörög? Hát akkor az a telefonom dob vissza. Tényleg. Ráadásul sebesült a szegény állat, valami átment a fejében, nagyon lapos. Nem. Hála Istennek, hogy a rémületen kívül nem lett az állatnak semmi baja, de hát mondom, tehát mondjuk ez egy királypiton volt, de hát bármi lehetett volna. De ez valaki elengedte, vagy ez megszökött? Hát igen, megszökött magángyűjtőtől, igen. Királypitont a szállatkereskedésben lehet vásárolni, mert ugye nem nő meg nagyra, tehát törvény szerint nem emberéletre veszélyes állat. De hát azért ugye oda kell figyelni minden kígyóra, tehát azért hüllőről beszélünk, nem kis tengeri malacról. Most egyébként mi a szabályozás, hogy én bemegyek egy ilyen kis átkereskedésre és veszek egy olyat, aminek mérge van, azt én tarthatom? Nem vehet olyat, aminek mérge van, mert társkereskedés nem is árulhat méreggelő állatot. Akkor vehetsz te ilyen állatot kifejezetten tenyésztőtől, hogyha rendelkező szakirányú képesítéssel, és ugye egy 3 évet a szakmai gyakorlatot le is tudsz igazolni, illetve a területi illetékes nemzeti park meg is adja erre az engedélyt neked veszélyes állattartásra. Nem egyszerű. Ez megnyugtató. Igen, tehát akkor mindenki van. Igen, csak hát gondolj bele, hogy tehát itt mindig vannak kis kapuk, mert hát ugye Magyarországon kb. 10 embernek van kiadva a veszélyes állattartás engedély, de hát ahhoz képest, tehát amennyi állatot én már üldöztem most csak idén ebben egy hónapban, elmúlt egy hónapban, hát azt gondolom, hogy ez és akkor meglesztek a gazdák egyébként? Tehát nem. Ciki nekik jelentkezni, vagy félnek, vagy nem mennek? Hát félnek, mert ugye azért van egy bírság, tehát itt azért van egy bírság. Ugye aki engedélye tartja ezt az állatot, ezeket az állatokat csippel kell ellátni, minden állatot, hogyha engedélye van tartva. És hát ugye úgy vissza lehet... A kígyókat is, ugyanúgy a teknősöket, így van. És akkor ott ugye az állatorvos az beviszed, az leolvassa a csippet, és akkor ugye lehet tudni, hogy ki az állat, tehát nyomon lehet követni. De hát ezek az állatok nincsenek ellátva semmiféle ilyennel, hiszen feketén tartják engedély nélkül.
Tehát ezért nehéz, ugyanúgy az aligátor teknőst is ezért nehéz beazonosítani. Most elmegyek 3 kilométer alá, belengedem egy patakba, vagy mit tudom, a Dunába, az úgy is odé fog állni. Tehát amire észreveszik, az már lehet, hogy 2 kilométer arriban, tehát senki nem fogja megmondani, hogy kitől szökött meg. De tehát ezeket az állatokat lehet csembe is tartani. Tehát ugye egy kígyó... Igen, mondjuk nem kiabálja. Nem. Nincs szaga, nem hangos, tehát ezeket lehet csembe tartani. Igen, akkor van baj, hogyha megtörténik a baleset, és ugye megjönnek a mentők, mert azoknak hivatalból jelenteni kell. Tehát ilyenkor szoktak szólni a mentők nekem, az OMS is általában, amikor van valami kígyómarás, és ugye nem tudják ellátni a beteget, mert az tényleg egy valódi, igazi mérges kígyó, és ugye az kint van a terráriumban, ugye, mert már a mart ember az összeesett, tehát elvesztett az eszméletet, és olyankor megvárnak engem, mi kérek, ha felveszem a telefont, tehát általában feldugtam benne a telefont, egyszer volt az, amikor nem vettem fel semmit, de pont volt. Pont, de mindenkinek felveszed, mi ott életünk kockáztatásával egy ilyen úszodatisztítóval fogtuk ott ezt a királypitont, érted, erre alszol. De gondolom azért van egy rakás hüllőbarát az országban, akik így ezeket a szabályozásokat egy picit kijátszva, mondjuk így mérges kígyókat tartanak otthon, és akkor ilyenkor van az, hogy aztán sokan vannak. Igen, sajnos sokan vannak, tehát ők azok, akik nagyon okosak és mindent tudnak, mert különböző lapokból, szaklapokból, meg mit tudom én, mindenféle ilyen búvár magazinból kioktatták magukat, és tehát ideig, óráig, addig még, amíg lehet terelgetni az állatot, mert pici bébi, ugye egy 25-30 centis kis kígyót, mérges kígyót és hurkapálcikával tudsz terelgetni, addig minden egyszerű, de hát az ugye utána már azért megnő, tehát nagyon gyorsan nőnek, és akkor utána azért már nem lesz olyan kezes, mint egy kis bodri kutya. Hát viszonylag nehezen jön vissza, igen. Figyelj, úgy mentél már ki valaki az menteni, hogy ő ott feküdt, megharapva. Igen, közben... a mentők hívtak akkor, tehát ugye nem tudták ellátni a beteget, mert kint volt a csörgőkígyó, konkrétan 10 centivel az ember mellett feküdt a csörgőkígyó összetekeredve. Hát ugye megmarta az összeesett, a terráriumba benyúlt, megmarta a kezét, összeesett, elvesz az eszméletét, és ugye hát a kígyó kijött a terráriumból, és pont oda feküdt le mellé, és ugye a mentősök nem mertek közel menni. Tehát csak az anyukája, srácnak az anyukája hívta a mentőket. Tehát hát de milyen hűséges kis kígyó volt, hogy lefeküdt a gazdája mellé, és várta a segítséget. Hát igen. Nem? Igen, csak hát ezek az durva dolgok, ugye, mert az ilyen ellenszérumra is szükség van. Tehát, hogy mennyi idő alatt kell ilyenkor beadni például egy csörgőkígyót? Hát az első 4-6 óra kritikus, tehát az a lényeg, hogy minél hamarabb kórházba kerüljél, ugye, mert ott csinálnak egy laborvizsgálatot, és csak ott döntik el ugye, a vérképedből, hogy van-e szükséged ellenszérumra. Hát ha nincs szükséged ellenszérumra, általában nem mindig van szükség ellenszérumra, de ha szükség van ellenszérumra, akkor az első 4-6 órán belül ezt be kell adni, akkor mikor kifejti már a méreg a teljesen a hatását. Ugye az ellenszérum is kígyóméregből készül, tehát ugye azt se lehet orba szájba beadni, mert általában sokkal többet árt, mint amit használ, hogyha nem adott le olyan dózis, mondjuk egy csörgő kígyó. Tehát akkor küzdjél te meg vele, úgy vannak, hogyha kevesebbet kaptál, akkor győzel. Hát meg gondoljátok bele, egy ilyen ellenszírom az 1.600.000 forint környékén, mondjuk egy ampula csörgőkígyó méreg, és csörgőkígyó szérum, és gondoljátok bele, hogy egy igazi nagy marásnál, tehát nem egy ilyen figyelmeztetési marásnál, hogy 6-8 ampulát kell beadni, és ugye ezt a TB nem támogatja, tehát a magángyűjtőnek rendelkeznie kell egy érvényszavatosságú ellenszírummal, egy ampulával minimum a hűtőszekrényben. Na most álljunk már meg egy pillanatra, hogy a TB nem támogatja. Tehát ha én nem vagyok gyűjtő, de például ez az érdi kígyó, amit most találtál tegnap, nem egy piton, hanem egy királykobra, én ott sétálok, engem megmar ez a kígyó. Bevisznek a kórházba, és elkezdik az 1.600.000 szérumot. Ugrott az alfa, Feri. Hagyjátok el az alfát, kell a vicce, bárja, egy nem jön ki belőle. De tényleg, ilyenkor kifizet, ilyenkor a gyanútlan állampolgár kifizet egy 8-acskát, mert... Hát nem, hanem gondolj abba bele, tehát általában engem hív az OMS, tehát nem, nekem sincs, csak azokra a fajokra van ellenszérumom, ugye, amiket tartok. Tehát általában az európai mérges kígyók, amik itt tényleg Magyarországon előfordulhatnak meg, amit én magángyűjtőként tartok, arra lehet ellenszérum. Meg vannak itt az országban, akiknek van engedélyük, és tartanak mérges kígyókat, illetve hát az állatkertben is vannak ellenszérumok. Tehát onnan szokták beszerezni akkor, vagy hogyha itt nincs Magyarországon, akkor ugye bécsi immunszérum. Na jó, de ki fizeti, Zoli? Tehát, hogy mi ki... Hát ezt akkor kifizet, tehát akkor ezt az állam. Tehát ugye, mert ha én nem tehetsz róla, tehát hogy engem megmar, mit tudom, a Józsikának a kígyója. Na megint a Józsi. Igen, akkor pont, tehát a Benjamin, tehát teljesen mindegy, elszökik az állat, ugye hát akkor nem én vagyok a hibás, tehát itt a legnagyobb probléma, az adófizetők fizetik ki a hülye gyerekeknek a szórakozását, tehát ez itt a legnagyobb probléma. Ez nagyon kemény.
Tehát és itt ez nem 10 000 forintokról beszélünk. Mi a legdurvább adás, amikor mondjuk percéd vannak beadni az ellenszérumot? Van ilyen? Hogy... Hát olyan nincs, hogy percéd vannak, tehát az a legfontosabb, ugye, hogy elsősegélybe tud magad részesíteni, tehát egy szorítókötést tudjál végezni, ugye ezzel lassítod a méreg felszívódását, és ugye megvárod a mentőket. Tehát mindenféleképp kell egy vérvétel ahhoz, hogy kiderüljön, hogy milyen mennyiségű, milyen dózis méreg került a szervezetedbe, mert ezáltal tudják beadni az ellenszérumot. Aha, igen, nagyon fontos ez a kiszívás, az működik-e? Nem működik, hát ilyesmi, nem? Gondolj bele, hogy kiszívod a mérget, tehát nyálkártyán keresztül sokkal gyorsabban felszívódik. Hát az összes ilyen dzsungeles, meg ilyen akciós Chuck Norris filmben az, hogy megmarja ki, oda megy, köp egyet, és kész. Chuck Norris azt kimarhatja, persze, de hát... Figyelj, és ha megmarja ki, így ott az belehal. A sebe alá, vagy fölé kell tenni azt a szorítókötést? Hát fölé, mindenféleképp fölé, 10-15 centivel legalább, és hát annyira, hogy még azért a mutató ujjad beférjen alá, mert az se jó, hogyha elszorítod, elhal a végtag. Tehát elszorítod, annyira elhal a végtag, mert ugye azért dagad, ödé második a végtag, a mart végtag, és hogy annyira elszorítod, akkor az ugye el is halhat. Ugye, itthon mi volt a legdurvább kígyó, amit elkaptál? Egy csörgőkígyó. Elszabadul? Ez 2004-ben volt a 8. kerületben, egy őrzött parkolóba kezded el. Ez előriztik a parkolót. És biztonság őr vette észre, hogy ment a kutyával körbe-körbe, és a kutya elkezdett ugatni. Szóltak nekem a rendőrök, én azt hiszem szórakoznak velem, hogy csörgőkígyó van a kocsi alatt. Hát tudod, a vízisiklóra is ezt szokták mondani a rendőrök. Igen. Hogy valami hatalmas nagy... És akkor mondjuk ez itt tényleg irális. Gyere már, csörgőkígyó van a kocsi alatt. Mert, akkor gyorsabban megy az ember, tudod? Igen. Tudod, és akkor kimentem, és én is meglepődtem, mert egy másfél méteres texasi csörgőkígyó volt tényleg ott a kocsi alatt. Hát ez mondjuk ez elég durva volt. Mert nem vicces, ha megmar, nem? Hát nem, hát 3,5 centis méreg foga, ilyen vérészövet károsító mérge van, gondolj bele, 3,5 centi mélyen kezdi bomlasztani a szöveteket, tehát azért az elég durva. De a biztonságért nem kezdett intézkedni, ugye? Brutus, hát az nem. Mindenket lefeküdtek volna 10 perc alatt, úgyhogy nem. Brutuska lehet, hogy már is folyt volna, mire kiérek, tehát azért durva. Tehát ezek azért durva dolgok. Tehát ilyeneket az a baj, hogy nem lehet visszanyomozni. Figyelj, és ha te tudod, hogy hova mész, te önmarásra felkészülsz? Tehát visz volt, mely visszaszaladtál frigóba? Áskarájára nem tettem az nem, a tehát saját magad nálad is ott van egy ellenszérum? Mi van? Igen, hát amit én tartok, arra van. Tehát aha. Ugye a hobbi állattartóknak nehogy már én készüljek fel sok millió forintból, azt hittem, hogy a Gizike vagy a Józsika tartom. Nem, a magad védelmébe gondolom, hogy azért mindig megmérne, hova mész, és akkor viszel egyet magaddal. Figyelj, Bodzoli, itt van egy mokaszínkígyó. Pillanat, rendelek Franciaországba gyorsan szérumot helikopterrel. Azt még kifizettem, az plusz az 5 milliárd, olyan jó keresek. És ezek ilyen fix helyen vannak a hűtődre, de nincsen olyan, hogy ágya, hol van a csörgőkígyó ellen, itt volt a paraj mellett. Jaj, nem, kis mókus volt, most ittam meg. És a szavatossági ideje ezeknek két lejár? Két év, azt és utána dobhatod a kukába. Jól állsz a kuka fölött, másfél milla. Paf, hát azért előtte csak meg, akkor legalább megmaradom magam előtte, nem, hogy be tudjam adni. És akkor már május 30. Figyelj, és ha nem mar meg a kígyó, és úgy adom be magamnak az ellenszérumot, akkor mi van? Hát az is kígyó méregből készül. Hát milyen ellenszérum ez? Egy kis vitakolá helyett megiszom, mint a vitamin. Igen, akkor is ugyanúgy megmurdálok? Hát igen, mivel kígyó méreget adott be magadnak. Hát gondolj bele, hogyha ha kígyó, tehát ugye van egy figyelmeztetési marás, meg van egy zsákmányszerzési marás, és a kígyó ugye általában csak figyelmeztetési marásokat szokott leadni, hogy el tudjon menekülni. De viszont ez nem olyan nagy dózis, ami ember életre halálos lehet. Most vannak olyan nagyokos emberek, akik saját maguknak adták be a szérumot, itt Magyarországon volt erre példa is, és meg is haltak a Lónyai erdőben, akik ugye beadták maguknak az ellenszérumot, és abba haltak, mert szérumérgezésbe haltak meg. Tehát ugye azt mondták az orvosok, hogy ez biztos a kígyómarás volt, de nem. És olyat lehet, hogyha véletlen megiszom a szérumot, akkor utána viszont megmaratom magam egy kígyóval, és akkor tehát az nem jó, mert ugye a kígyómarás szérum az jó. Szerintem nem lenne időd elmennék kígyóig, hogy elmarasd magad. Igen, még nem, hogy Zoli, megittam a szérumot, szerezz egy kígyót egy azonnal. Mert rohadt ideges vagy, mert megittam ezt a rohadt lány szikumot. Ha felvettem a telefont, lehet, hogy másfél órán belül vettem fel a telefont. Hiába hívlak vissza, akkor már nem is veszed föl. Igen, nem játék ez. Mi lett a vége? Megtaláltad? Nem is emlékszem, megtaláltam. Hát hála Istennek azért, hogy egészséges, tehát semmi baja nincsen, semmi sérülés nincs rajta. Hát itt általában én legtöbbször, tudod, a kígyót sajnálom, tehát, mert ő biztos, hogy nem tett róla. Tehát mi hoztuk be ide, ugye a dzsungelben van ezeknek a helye, mi hoztuk be ide a városba, és itt nem igazán tehetnek róla. Tehát, hogyha meg is mar egy kígyó, nem biztos, hogy a kígyó hibája általában, mert a szabad természetben ezek elmenekülnek. Ugye itt terrárium körülmények között négy fal közé vannak szorítva, sarokban vannak szorítva, tehát általában ugye ez a menekülés, ez inkább figyelmeztetés lesz előbb-utóbb, vagy utána hát a támadás, mert ugye félti az életét. Nekem azért szimpatikus volt a bácsi is, aki elengedte, ő egy igazi
aranyos volt, aranyos volt. Menj, kicsi sikló, menj, tér vissza a szüleidhez, testvéreidhez. Jót akartak. Csak igen. Utána már nagyon kérte, bocsánatot, elnézést, bocsánat, hát nem tudtam. És mondtam el legközelebb a 112-t. Én ezért, én mondom, gyerekek, ne fogjátok meg, hívjuk az Olit, mi is nem tudtuk sikló, csörgőkígyó, piton. Csörgőkígyó lett volna, szép lett volna. Szép lett volna, igen. Figyelj, méheket nem hívtak be fogni, most elszabadult egy ilyen másfél millió darabot az autópályán valahol. Nem? Hát, az engem ilyenre ne is hívjanak. Nem. Nem, hát ilyen, a méhektől. Ezt elmegyom meg a kutyáktól, macskáktól. Hát kérjél darabárat. Ne, az jó lenne. Az jó. Tényleg félsz a kutyáktól? Félek, aha. Ne csináld. De félek, kutya, macska. Ezek a szőrös állatok általában nekem. Hát, a kutya még csak értető, de a macskától miért félsz? Hát, egyszer a sorokban szorítottak hárman, és nekem volt olyan macska, volt a testvéremnek egy olyan macskája, ami szana szép karmolt. Nekem, figyelj, én nem ismerem ezeket az állatokat. A szőrös állatokról amúgy is olyan... Olyan, hát kicsit, hogy is mondjam neked, hát félelemmel tölt el hát nekem. Hát kígyó, bármikor pók, bármikor, igen, de egy most, sima perzsamacska, az semmiképpen? Hát most mondok neked egy példát, lementem múltkor sakátvadászt, emlékeztek sakátnak. Igen, aranysakát. Igen, aranysakárokat. Most ott volt egy kis tacskó, egy 8 éves tacskó, nagyon kis szelid volt, nagyon kis aranyos volt, a nénike ott sétált, és letépte rólam a cipőt, mikor jöttem hazafelé. Szó szerint letette rólam a cipőt, és azt mondta a nénike, hogy még soha az életében nem harapott meg senkit. Hát megérzik. Na, érted. És leszette szó szerint a cipőt, és úgy jöttem haza egy cipővel. Vigyázz magadra, ciao. Bodzolina, köszönjük szépen! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Sosem értem, amikor megyek valahol, és azt kiírják, hogy itt most szarvas egy kilométeren keresztül. Vagy hát ha lehet, hogy az egy kilométer hosszú szarvas. Ha lesben állnak. Hogy tudják, hogy ott bukka majd elő? Vagy az egy nagy átjáróhely? Vagy ez hogy van? Máshol nem bukkant elő? Vagy ez hogy írják oda be, hogy tudod, hát van ez a szarvas 500 méter? És 500 méteren keresztül szarvas veszély. Látták többször, hogy ott éjjel ott, hogy a szempárok így egy kilométeren keresztül ott bent a susnyás alatt figyelnek. A kukoricával egyébként. Előtte-utána senki? Csak ott azon az 500 méteren? Vagy azon az 500 méteren nagyon, utána meg már csak ritkábban? Vagy hogy van ez? Ezt hol, hogy írják? Vagy ott van egy etetőhely? Na ez például lehet, hogy ott bandáznak rendszeresen. Na de hát az etetőhely egyik oldalán van, az út egyik oldalán. Miért nem tesznek mind a két oldalra, és akkor a szarvasnak nem kell átmenni akkor... az úton? De jó vagy. Érted, mit kérdezek? Az egyik oldalon van etetőhely, és balról látja jobbra, mert tudja, hogy etetőhely van. Miért nem tesznek jobbra is, és akkor a szarvas két irányba húz a betonúttól elfele, nem középre. Mert a szarvas nem hülye. Hát tudja, hogy az egyikbe előbb kell belerakni, mint a másikba, és abban van a frissebb, és nyilván oda fog majd menni. És vajon a szarvasnak ki van téve a tábla az út mellett, hogy autó vigyázz az autó. Igen. Ez jó. Az is érdekes kérdés, hogy az autópálya fölött. Vigyázz ember. Igen, az autópálya fölött ki átjáró, tudod, ahol vannak igen. Ilyen vadátjáró. Azt ő honnan tudja, hogy az ott az? Na? Melyiket? A vadátjáró? A vadátjáró. Hát azt megtanulja. Meg nem tudja, és ön azért jó. Ja, hogy rámegy, és nem tudja. Hát ugye takarva van mind a két oldaláról, hogy ő ne lássa az autókat, ne zavarja meg, természetes közegnek tűnjön neki. Azt ő tudja, azt persze, ő tudja. Azt ő megtanulja. Nem de hülye, amikor... szarvas. Na, jó, értem én, de akkor ezt miért nem tudja, hogy nem megyünk az útra, hiszen itt is van élelem. Nem tud följönni, az általában autópályán van, tehát ő ott nem is tud följönni nagyon az útra, ez autópályák fölött van, az azért, hogy át tudjon menni az egyik oldalról a másikra. De az autópályán ugye nem tud átmenni. Egyrészt van, amikor két oldalról le van zárva, plusz ott van ugye az elválasztó sáv középen. És akkor azért van, hogy ő ugye ott fönt át tud menni. De amikor a közútkezelő kirakja a táblát, hogy egy kilométeren keresztül szarvas veszély, ott ült egy hónapig és nézte? Lehet. Vagy simán megbeszélte lehet. Az erdészekkel, hogy hogy van ez? És az összes többi állat ilyenkor nem érdekes? Mert például miért nem raknak ki vaddisznós táblát? Vagy nyest veszély. Azért, mert a vaddisznótól megszoktuk, hogy számára kihívás egy nyerges vontató látványa. Mert a vaddisznó az olyan, neki tök mindegy. Ő nem azért szaladgálátott, mert ott van etető. Látja az autókat, látja, hogy kihívás. Érted? Igen, ez is fura, hogy többször üccelőzt vagy szarvast, mint vaddisznót. Igen. Sose ütöttem el még gólyát például. Hát mondjuk marha nehéz. Miért nem sétál át a gólya egyik oldalról a másikra? Mert tud repülni, vagy nem lehet. Fölötte. Nem. Én ütöttem már előzet, ütöttem már el nyulat. Én nagy rőzseszedő asszony. Jó, de hát az fel van festve a kocsi oldalára. Igen. Biciklis embert, aki a kocsmából jött. És mind a kettőt ugyanott. Ezt valahol ott a mi az, ha mész Hont, Vác, és akkor ott kettes. Át Parassa puszta környéken, kettes, igen.
Mind a kettőt ugyanazon az úton aludtam. És jelentetted, hogy elütöttél? Mert akkor lehet, hogy ezekből a jelentésekből... Hmm. Akkor nem. Mert a jelentésekből lehet, hogy tudják, hogy itt nagyon sok szarvas baleset van, kiteszik a táblát. Miért provokálnak ott téged? Nem tudom, hogy ott mi baja van az állatoknak az autóban. Meg úgy általában mindenkinek. Úgy tűnik, hogy ez kerüld el azt a környéket. Szerintem ez necces. Nem volt ott valami affér? Nem laktál ott? De hogy a szarvasokkal? Ja, az őz az konkrétan tönkre vágta a kocsiban. Tehát az szörnyű volt. A nyúl az nem okozott akkor a kárt, sajnáltam. Betétlapot ilyenkor kitől kérsz? Az erdészettől. Elvileg az erdészet kell, hogy adjon neked. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés egyébként, mert ha ki van téve a tábla, akkor nem csinálhat semmit, ők ugyanis szóltak. Igen, de ha etetési területen ütöd el, akkor viszont megtérítik a károdat. Ja, szóval bementél etetési területre? Offroadoztatok egy kicsit? Új volt az autó, megmutatott címbiknek? Nem, van úgy, amikor ugye a betonút egyik oldalán etetési terület van, és akkor átjárnak a betonúton. Na, én pont egy ilyen szakaszon mentem. De nem jó érzés, mikor így rommá töri az autódat. Anyád a városi autó, bírja ez a terepet is. Szörnyű. Lehet, hogy a lányszarvasok vannak egyik oldalon, másik oldalon fiú szarvasok, és átjárnak kufircolni? Hát az állatvilágban nem egy olyan nagyon meghökkentő dolog, hogyha mondjuk azonos neműek vonzódnak egymáshoz, úgyhogy szerintem ne legyél kirekesztő, Ferenc. Fogadja vele a másságot. Mi? Hát ennyi, érted, lehet, hogy szarvas megy szarvas. De azért van kint a tábla, hogy önmagukat mentesítsék, és ne kelljen fizetni. De akkor miért nem rakják ki, hogy szarvas a következő 160 kilométeren keresztül? Tehát ez a szarvas 4 kilométer, szarvas 10 kilométer, szarvas 1 kilométer. Szarvas is egy végtelen jel. Igen, tehát akkor rakják ki Budapest határába mindegyik autópályára, hogy szarvas. Oly. És kész. Szarvas az Atlanti óceán. És mikor beérsz Miskolc, akkor szarvas jel áthúzva. Tehát ezt tényleg nem értem. Tehát szarvas 8 kilométeren keresztül. Tehát szarvas bárhol lehet. Nem? Miskolctól felváltja a részegbiciklis tábla. Igen, de azt például miért nincs ki? Az miért nincs kint? Részek kocsma elé kitenni. Mi? Részek traktoros. Igen, alapom, mi lenne, ha kiraknának egy nagy táblát minden autópálya elején, meg autót elején? Részek biciklis, traktor, szarvas, őz, nyest, pocok, mit tudom én, berepülő gólya. Igen, meg a hajmás kerülőtérnél meg egy lefelé a repülő tüzérségi gránát. Igen, és akkor azt kirakják, és megvan oldva. Szóval valahogy van valami, és hogyha van tábla, nem fizetnek. Ha nincs tábla, fizetnek. Tehát ez a tábla, ez valami, hogy úgy van, hogy önmagukat mentesítik, nem? Valami ilyesmit hallottam. A kis felmentés, igen pont ez van. Hogy, és ráadásul nem is csak szarvasra vonatkozik, mert az azt jelenti, hogy vadveszély, pedig te dumálhatnál, neked szarvas volt kiírva, ez egy vaddisznó. Biztosul. Hát te mit tehetek róla? Az a legszebb, nekünk úgy volt, hogy mi összetörte a kocsimat, akkor mi hívtunk rendőrt? Nem tudom, minek akkor egyébként. Akkor összeverekedett a rendőr. De a szarvas családja. A rendőr kitalálta, hogy oké, legyen az, hogy akkor ő most szól a vadásznak. Hogy nyíljon ki mindannyiótokat, rohadt városi szemete. Hője meg a családunk. Szól a vadásznak, mert hogy mi kárt tettünk az állományban. Igen, figyeld a dumát, kárt tettünk az állományban, ide hívja a vadászt, és a vadász megállapítja, úgy, és mondom, álszott hajnali 4 órakor Parasapuszta határában, a szlovák-magyar határ környékén, rommá tört autóval, hogy mennyit fizessek én a vadásztársaságban. Igen. Aha. Mondom, ember, kettő dolog. Ha a telefonodért mersz nyúlni, úgy jársz, mint a szarvas. Úgy jársz, mint a szarvas. Ja, igen. Soha többet nem kerülsz elő. Ma még pár lóerővel Verdába. Kettő, mondom, nem mondjátok komolyan, hogy egyébként nem mentem gyorsan, nem csináltam semmit, előmugrott, rommá törte a kocsimat. És majd én most azon kívül, hogy ezt a szarvast még, vagy őszt még lefőzik, majd őszpörköltnek is, én még fizessek ki. De ő kötelessége szólni a vadásztársaságnak, kijön a vadász, ránéz az őszbakra, és azt mondja, hogy na, akkor 400 000 forintot csengessél be. Na, itt volt cserbeagyásos gázolás, és visszaültem a kocsiba. Ugye, nem nagyon működött a dolog, földgyűrődött a motorháztető, mindenem. És meg kellett venni a rendőrt, hogy ne venni vagy venni? Nem úgy, nem. Venni. Érzel, hogy akarod. Venni. Egyik se jó. Igen, nem jött ki olyan belőle ez a lény. És meg kellett magyarázni a rendőrnek, hogy miért ne szóljon a vadásztársaságnak. Mondom, figyeljen ide. Mondom, egyrészt ugye... Hova? Honnan nézs egy elefán? De ezek még a régi rendőrök voltak. Ezek még a régi rendőrök. Hol nézek, pénzbapocok? Hol? Pénzbapocok, ott? Mondom, figyeljen ide, mire kijön egy vadász? Valószínűleg részeg lesz. Innen indul. Tehát
hajnali négykor nem találsz. Belelő a levegőbe, eltalál. Jó, most a rászok is kaptak egy kicsit. Eltel. Kettő mondom, mire vadászt találunk. Mire mondom, ő kitölti a papírokat. Mire leméri ezt az őszt. Mire fejtérkörfogatot mér. Mire megnézi, hogy mi van, mondom. Szükségünk van most arra, hogy megpróbálja újraéleszteni. Álljunk itt 4 órán keresztül. Önnek is itt kellni. Töltsünk ki mindent. Mondom, hogy lesz ez? Mondom, most miért szúrnánk ki magunkat? Tudod, az érzelmeire próbáltam akni. Elgondolkodott rajta. Hogy maga is itt fog állni reggel 8-ig. Mondta, hogy maga is itt fog állni, hogy innen nem engedem el magát. Hmm. Maga innen el nem megy, ha most nekem ide vadászt hív bosszúból, itt kell állnia. Elgondolkodott és visszakérdez. Ezt hogy érti? Hova? Kicsoda? Hol maradjunk? Én? Milyen vadász? De én magával vagyok, nem maga itt marad. Én? Kicsoda? Maga? De ki? És mondtam neki, hogy ez nem lesz jó, úgyhogy most fogjuk ezt a kis őszt, elmormolunk két... Elmosztjuk. Elmormolunk két... A jobb szomja az enyém, a bal meg a magáé. Buddhista imád, hogy az ősznek gyönyörű újjászületése legyen, és remélhetőleg ne szülessen már újra, vagy ha igen, akkor mondja utána, ó, mami, de vakri. Így van. Ezt átsegítjük. Egy gyors póva szertartással átsegítjük az őzet a tiszta földre, majd utána levontatjuk, és itt se vagyunk. És ez egy fél órát így hadakoztunk. Mm. Ma pedig itt vadászt fogunk hívni. Tudod, egy ilyen igazi parasapusztai rendőr van. Hát mondom, csendőr. Nem, hát most az már valószínűleg nem dolgozik. Ez nagyon régen volt, ez még csendőr volt. Csendőr, megmondom, mikor volt, ez ilyen 2000-ben körülbelül. Hát az már biztos nem dolgozik az a rendőr. Biztos, hogy nem. Egyrészt a lelki megrázkódtatás, megöltél egy állatot. 2 volt a kicsinyei, 3 rommá hülyére törte a kocsit, a trélert kell hívni, ami onnan 100 000 forintért viszi haza. És azt mondja, elnézése 400 000 forintot kell majd befizetnie a vadász társaságnak. Aha, mondta a csend biztos nagyon régen. Mondta nagyon régen a rend. Miért kell nekem ilyenkor fizetni hát a vadásztársaságnak? És kérdezett próbál meg nekem. Az állatát. Mert egy gyilkos vagy, egy uh-huh. szemét elkövető. Ő bármikor lelőheti, annyit lő belőle, amennyit akar, én meg ha véletlenül lelőtöm, fizessem ki a 400 000 nem forintot. Nem annyit lő, amennyit akar, hát ez meg van határozva. Meg van határozva, igen. De ő kedvére, amikor vadászszezon van, akkor kedvére hülyére lőheti az állatokat. Meg véletlenül lelőtöm, de most tényleg, hát igen. Az állatot kérdezem meg valaki. Várjál már, még takarásba lesztek, drága skuló, egyszer árbot is leszedhetünk. Figyelj, egyszer én az őzeket is megkérdezném a vadászatról, nem biztos, hogy azonos véleményem vannak. De hogy érted, te meg fizessél 400 000 forintot. Tehát ki az, aki ilyenkor szól az erdésznek? Ne hívjatok erdészt. Semmi. Lehet, hogy jobban jártál egyébként tényleg, hogy nem jött ki. Kézzel, hogy kijön is. Erzsike! Kidóta nem eltem! Emlékszem, az Istenem megölt a rohadt gyilkos. 600 000! Figyelj, és nem lehetett volna kitalálni valamit, hogy ez tulajdonképpen rénszarvas tesz, de nem sikerült. Az a baj, hogy a Mitsubishi Coltonnak a logója így benne volt szegény állatboldalról. Tehát nem tudta. Szegény, szörnyű, tehát tényleg szörnyű érzés. Tehát, hogy lelkileg is szörnyű, hogy egyszer csak ott van. A következőképpen történt az elütés, vezettem, jöttünk haza, a szlovák diszkó baleset volt. Jöttünk haza, városi gyerek, oda néz, ősz! Néztem jobbra-hátra. És a többiek meg csak üvöltöttek, hogy vigyázz, és a következő pillanatban váf, kész, és el is ütöttem. Szörnyű volt. Kiszállsz, látod a kocsidat, elfolyik az olaj, a víz, minden, és ott fekszik az állat. Hmm. Azt kell volna mondani, hogy ezt már előzőleg nem is tudom, miért hívtunk rendőrt. Nem, mi voltunk a hülyék. Hát mert szeretettek volna, hogy még nagyobb legyen a hype körülötte. Ezt látni a kell mindenkinek, hogy hallod. Ki tudunk most fölhívni 4-kor? Csak a rendőr. Nem, túl becsületesek voltunk, ott szépen lehúzod, tényleg elmormoz 2 imát, és tovább mész. A barátaidőt ismerve ez nem a vigyázőz volt, hanem, hogy adjászt, mi elkapjuk! Dehogy is, de persze. Nem. Annyit kell, hogy vigyázz, és abban a pillanatban kész. Előre néztem, és meg is történt a baleset, és vége volt. Egyszer ütöttem állatot. Hol? Szarvast. Megjegyzést tett a békára. Igen. A maraszt. A vadakertelyiségben történt. A vadasparkba rávertem egyet a kerítésen keresztül. Nem, mit a Kecskemét te? Előtt még a régi 4-es, most már ugye elkerül a várost az M5-ös, vagy régi 5-ös út, bocsánat. Az 5-ös mentem befelé, és a legszemetebb dolog volt, kiugrott az állat, el is pusztult szegény. Ott állok az összetett. De várj, milyen állat a szemot, hogy szarvas. Ja, szarvas. Azt egy mennyit. Nem, egy szarvas. Rabolta, mennyit. Szarvas vagy őz? Szarvas. Szarvas. Szarvas, összetört az autó, ott állok a romok fölött, érted? Mondom, ezt nem hiszem, mert mi az Isten csináljuk. Megáll egy fehér, ilyen kis teherautó. Na mondom, végre valaki megáll, mert ez már éjszaka volt, segíteni. A csávó befékez, visszatolat, mert én ugye túlmentem a szarvason, kinyitja a platót, földobja a szarvast, és továbbhajt. Nem hittem el.
Te ezt érted? Nem hittem el. Ott állok egy perccel a baleset után, nézem a kocsit. Hát jó erőben volt én 200 kilós szarvast így felkapott. Ne, hát nem volt az, nincs annyi. Egy, az kicsi egy volt? Nagy szar, ez egy kis szarvas. Ja, ja, egy, ja kis nem, a fekete Laci volt. Á, reggeli omletba. Jó lesz, hogy én már felásította a platóra. Kiszállt a csávó, illetve hát nem is kellett egy egész szarvas, csak egy fél szarvas szegénynek földobnia, mert ugye a másik fele az lemaradt az ütközés következtében, és így tovább hajtott, és így jártam, mondom, Való, egyrészt az az én szarvasom, én lőttem, másrészt meg, hogy nem kérdezed meg, hogy tudok-e valamit segíteni. Nem, az olyan hát iszik. Igen. Már pedig értesz, hozzá mondtad volna, hogy szűrje le, mert a csontszilánkok azok. Igen, azok rosszat tesznek a gyelő csőnek. Azt mondja, szarvas ügybe hívjátok fel a Trokán Petit. Így a Sugyi. De egyébként igen. Tényleg. Hát gyerekek, szomszédokban ő volt a vadász. Ugye? Ő volt az erdőmester, vagy mi volt? Az erdőőre. Az erdőkapitány. Az erdőőre volt, igen. Azt írja valaki, hogy az erdészet mindenképpen fizet, viszont beperelnek, ha például őzet ütszel, az állat értékéig, a tábla nem számít. De mi az, hogy fizet, aztán perel? Na mindjárt megkérdezzük. Itt van egy hallgatónk. Hello, Szilveszter! Sziasztok, jó reggel! Hello, te vadász vagy? Igen, több mint 20 éve vadászom. Először is a végén kezdeném a divással kapcsolatosan, igen, előfordul. Jó, hát azért a vadászokat nem kell félteni. Köszönöm szépen, hogy beismered, igen. Nem kell félteni, nem, de azt azért tudni kell, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes szakma, és véletlenül se. Tehát nem csak azért, mert elveszik a fegyvertartási engedélyt, hanem nem mindegy, hogy a vaddisznót lövöd le, vagy éppen a gombaszedő asszony. És azt is tudni kell, hogy amíg a fegyver nálad van, addig sem ihat. Tehát hiába utasként néz hazafele egy vadászatról, és nálad van a puskád, a rendőr akkor is elveszi tőle. Persze. Hát ezt mondja a jogszabály, az életszerűség aztán egészen más, hogy történik. Legalább bárhány vadászaton voltam, ott senki nem volt józan. Egyet előtte, hogy a szarvas jól aludjon. Kettőt a medvére, hármat utána, hogy nem találtunk, négy búfelejtő, öt lefekvős. Így van. Tehát körülbelül így mindegyik után maradtak árvák. Három vadász minimum hátba lőttek. Ennyire nem egyszerű azért, de mondom, volt már rá precedens, hogy ilyen történt, de csak vadászat után. Na, a táblával kapcsolatosan annyi, hogy igen, lehet vadetető is, de általában, ahol a vadak átváltanak az úton, hogy a vadváltó azt jelölik, ezért ahol az autópályán és az átjáró van, régebben ott közlekedtek, mert ugye ők már 5000 éve ott laknak, mi meg csak most jöttünk ide. Mi az a vadváltó? Az egész szarvast felváltják apróra? Nem, hanem ott közlekedik, ugye bejáratott útvonala van, tehát te is, mikor otthonról elmész a munkahelyedre, ő ugyanezt csinálja, csak éjszaka vagy nappal. Tehát általában ugyanazon az útvonalon közlekedik. Mit kéne csináljak, amikor ilyen vadveszélytábla van? Tízzel mennem? Mert azt nekem nem mondjátok komolyan ti vadászok, hogy azzal, hogy kiteszitek a táblát, azzal nekem arra föl kell készüljek, hogy mondjuk 50-nel megyek, és elém ugrik egy őz este, pedig 50-nel mentem, szerintem nincs az az ember, aki ki tudja kerülni. Pedig nagyjából ez a helyzet, tehát ugyanúgy, hogy az iskola előtt is kiteszik a táblát, hogy ott váratlan gyerek ugrik eléd, így a őszarvas, vadisznó ugyanúgy eléd ugorhat bárhol. Tehát egy a lényeg, ha megtörténik a baj, ne szóljunk nektek. Hát most ezt nem, akkor nem vadászi minőségben mondom, igen, hogy inkább. Hát igen. Hát de ez, ugye, hogy nem érdemes szólni, most mit csinálsz? Semmit. Vagy megbüntetnek, vagy három órát elvesznek az életedből, de te jobban jön, nem jársz, a szarvas nem ad betétlapot, vagy legalábbis ritkán, nem? Hát ritkán. Illetve polgári peres eljárásban nehezen tudod beidézni a családját, hogy a kárt megtérítsék. Figyelj, és még ez egy teljesen jogos kérdés, és van még egy, hogy ez nem lehet, hogy ez egy burkolt bevételi forrás a vadásztársaságoknak, és ezek betanított szarvasok? Kamikaze? Nem idomítjuk őket. Kettes indul! Nem ott van a csalás, hogy nem idomítják őket, hanem összejátszik a vadásztársaság a közútkezelővel. És a 6000 kilométeres magyarországi úthálózat elejére mindenhova kitesznek egy táblát, hogy vigyázat, szarvas veszély. Érted? Ha most... Azt a vadásztársaságnak kell jelezni, hogy hol van ilyen veszély. Ugyanis, amíg nincs ilyen tábla kirakva, addig te jogosan léphetsz a kártérítés igényel. De hogyha a tábla ott van, akkor a idézőjelben a vadásztársaság le van fedve, azon túlmenően tényleg nagyon nagy kárt tudtok neki okozni, egy kapitális állat elütésével, de ahol tábla van, onnantól kezdve ő védett, és ő biztos, hogy nem fog tűzni. Uh-huh. Aha.
Hát ez az minden betáblázás, és így innentől kezdve levédi magát. De durva. Érted? És ha egyébként idény van, és mondjuk a Balázsnak van vadászengedélye, mondjuk Mitsubishire. És hát ő ezzel vadászik. A Mitsubishi Colt, hát milyen hát jó fegyver, hallott. A Colt a legnagyobb fegyver. A Mitsubishivel vadászom? Figyelj, ha neked van vadászengedélyed, és akkor éppen szezonja van annak az állatnak, amit elütöttél, az csak fegyverrel lehet elejteni? Tényleg, ez jó kérdés. Hát ez tényleg jó kérdés, én azzal szoktam. Hát igen, mert jó, de te egy ilyen hagyományőrző, ilyen olcsaterhám, érted? Így van. Hát azt fegyverre mindenki el tudja. Nyilván annak a 9 millis lőszernek nagyobb a sebessége, mint a Balázsé, de mondjuk az chiptuningos Mitsubishi volt. Az egy hatalmas 1.6-os GTI, nagyon durva autó volt. Na jól van, köszi, hogy elmondtad ezeket. Mire lőttök most, vagy mire vadásztok? Hát most az őszbak szezon indul. Na ugye, meg aztán azt meg lehet. Mi nektek őszbak szezon, persze, mi meg menjünk 30-al. Persze, meg ebbe a ködös időbe ki tudja, hogy mi lesz a vége. Mari néni, Józsi bácsi, igen. Szilveszter, köszi, vigyázz magadra. További szép napot, szia. Ciao, hello. Egy hubika. Hang jobbról. Figyelj, amikor vadász lő le vadászt, az számomra döbbenet. Azt mindig elmegyek egy vadászatot, és megértem, hogy annyira nem. Józsi, te vagy? Pörkölj oda, Béla, ne szak. Enyém a bika? De hát a tiéd az enyébe. Én láttam meg el. Én 20 éve vadászok már itt. Mondjuk, amikor utoljára vadászatom voltam, mindkét vadász aludt. Az öreg úgy horkolt, hallod? Csak, hogy nem jött arra semmi. 30 kilométeres körzetben a vadak felrögtek és elkerültek minket. De a saját horkolására ébredt föl, úgy megijedt. Na, és gondolod-e? Óriási vadász volt. A fia meg ott aludt a jobbomon. És így, tudod, milyen rohadt magányos voltam? Így ültem a pesti gyerek. Azt hittem, egy kicsit izgalmasabb ez a vadászat. Megpróbáltam meglógni a lesről? Nem, néha megharaptam a csávó. Kerülgetted az üres üvegeket. Nem, mert mikor mindig le akartam mászni a leső, hogy ne jön nekem, ez elég volt, az meg följött, és nem maradj, mindjárt jönnek. És ez vissza. Egy órát ültem a lesen, azt hittem agyvérzés. Olyan nem volt, hogy megriadtak és felkapták a puskáikat. Csörtét a vodka, csúlyosan a bal! Nem, olyan volt, hogy a fiatalabb felébredt az idősebb horkolás. Mi volt az? Mit van mellettem a legvemekről? Ugye vagy semmi a faterot horkol, aludj vissza nyugodtan. Vigyázok rátok, ne aggódjatok. Úristen, de úr. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Képzeljétek el, voltam Szent János Bogár nézésem. Hogy parancsolsz? Jaj, azt hittem, hogy valami szemölcsöl. Hallod, voltam le szemölcsszedetése. Szent János Bogár, de jó. Szent János Bogár nézésen voltam. Csak akarok róla két mondatot beszélni. Több szempontból is tanulságos a dolog, de van megint egy emberi vonás, amiről már tegnap félig meddig beszéltünk, de én nem nagyon tudom megérteni, de majd is segítetek. Hogy a Szent János Bogár arról néz ki, hogy elmehetsz az Alcsúti Arborétumba. Aha. Felcsút mellett. Igen. Alcsút. Megnézted a stadiont is. Integettem. Szép. Igen. Ott mész egyébként. Felcsút, stadion, alcsút. Alcsúti arborétum. Nem felcsút, középcsút, alcsút. De majdnem alcsút, alcsút, nagyon alcsút. Legalja. És este 9 órára van meghirdetve a Szent János Bogár nézés az arborétumon. Én azt hittem, hogy oda megyünk, van egy túravezetés, még 6 családdal ott tudod, elkolbászolunk az erdőbe. Mondjuk az este 7-nél kezdhetettek volna gyalogolni. Nem, az este, ne, este 9. Ott vannak a bogár. Este 9. De jó. Este 9. Nem túlzok, ott volt kb. 1000 ember. Olyan volt, mint egy Kiss Forever Band koncert, mondjuk 2000 ember. 1000, tök mindegy. Van egy túravezető, aki elkezd kiabálni, hogy fölveszi a sárga porot, kezdjék el követni, és megintul 1000 ember, gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, ki boros pohárral, ki kólával, ki 2 literes kannába hozza az üdítőitalt, hogy jól érezze magát, elindultok Szent János Bogarat nézni. Ez tök jó hangzik. Hát ez valami szenzációs program egyébként. Ugyanúgy kell képzelni, mint az idegenvezetőt, a csoport elé. Ő megy elő. Vagy esernyőt így tart. Így van. Ő megy elő, fölvesz egy pozíciót, hogy ne térd le az arborétumba se, mert eltévedsz, és nem találsz vissza, mert rohadt nagy az egész, de egyébként gyönyörű, és ha elkolbászolsz valamerre, ne csendet kérünk, senki ne beszéljen. Kit ott repül? Ott az, talán az. Jelent csak a stoplába. Jó, mehetünk tovább. Ahogy mondtad, csendet kérünk, és akkor irány követni, elindult a morajlás. Ki a sor mellé, ki a sor elejére próbált beállni, hogy egyet vegyen magának.
Mindegy, nem is ez a lényeg. Elmondták, hogy lehetőség szerint ne fényképezzünk, meg ne használjunk nagyon telefont, meg az elemlámpát se szeretik, most megbotlunk valamibe, kapcsoljunk föl, de ne legyen, Józsi, hol vagy itt? Mit az erre közelebb világítasszem? Mert ugye elijeszti őket. Ja, azt hittem, hogy félértik a Szent János bogarak, akik párzat szeretnének, és rászállnak, és azt hiszem, hogy igen, egy hatalmas potens. Ugye, maga a rajzás az zseniális. Tehát ez egy akkora élmény, hogy mész egy sötét erdőben este, mint tudom, másfél órás a túra. Az ezer ember rajzása? Egyrészt az ezer ember rajzása, és ugyanaz a csoportdinamika leképződik ilyenkor, mint az osztálykiránduláson. Előr mennek az idegenvezetőt nagyon szorosan követő, kicsit az eltévedéstől félő szülők és gyerekek néma csöndben. Vagy az eminens van ott. Az eminensek, akik elkezd beszélni a csoportvezető, és elkezdenek, tudod, így csicsegni, maradj csöndbe. Ha magát nem érdekli, menjen hátra! Igen, ugyan annyit fizettem, hogy egyért, mint maga. Van ez a típus, hátul pedig, hát mi is a hátsó csapatot. Leghátul pedig sebességeik ott, obcéntrépákkal múlhatják az időt. És tépkedték a leveleket a fákról. Hátul pedig Benny, Viki, Bali, és még néhány nagyon jó fej fiatal, akikkel ott összeakadtunk. Társaságok egyébként, 20-25 év, 30 éves srácok, barátok, barátnők, nem még. Gyönyörű a dolog egyébként, egyszer csak beérsz egy sötét bokros részt, és elkezded nézni, hogy ezek repkednek. Nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát ilyen nagyon misztikus, meg gyönyörű, pici, apró kis bogárkák. Számos rejtély van ebben a dologban, de maga az, hogy ott sétálsz a gyerekeddel az arborétumba este 10-kor, és ő fogdossa a Szent János bogarakat, nyilván 30 ezer forint darabja, és egyet se lehet. Ja, igen. Ott van egy. De mire odaértek a túra végére, már többeknek az üres boros üveg meg van töltve, mint a Pitch Black 22 éves Sötétség című Vin Diesel filmben, meg van töltve, világítok is Szent János bogarak, és rázzá. Figyelj, kiderült egyébként, hogy a hím az repül, és a nőstény ül a bokorban. Na most, amikor tudod, a Benét kitépi a kezedet a kezedből, vagy a kezét, és berohan, és fölvesz egyet, és hozza a kezébe, hát mondod neki, hogy Benny, tedd le, hozzanyúlt. Benny, nem szabad értsen. Tudod, megbeszéltük. Nagyon gyors, tedd le gyorsan. Én sem láttam még olyat közel, de ne hozd ide. Később ott hozd. Ügyes vagy. Kijöttünk egy ilyen tisztásra, annyira cuki. Ilyenkor a gyermeki varázslat a legnagyobb, hogy miket tudnak nézni. Felnéz az égre benne, és azt mondja, nézd a puci, mennyi van az égen. És a csillagokra rámondta a következő. Elindultunk, egy nagy társaság, mindenki nagyon nevet, Benny bemondja, persze, ezért szétpuszilgatjuk, nagyon cuki. Megyünk, elmentünk egy olyan részen, hogy jönnek az autók, ott is világítanak, de azok a lámpák. Nézd a puci, ott vannak a bokor, ott a négy autó. Igen. Elmegy, de hát ezen besírsz. Nézd, mert... és egy bácsi, és világít a bácsi popsi. De fia, annyira cuki, nem mondom, Benny, mondtunk neki, Benny, nem, azok autók. Na mindegy. És hozott egy bogarat. Amire ki akarok lyukadni ebből az egész történetből, hogy milyen szép volt, de nem is az enyém, hozott egy Szent János bogarat a kezecskében, semmi baj nem lesz a bogának, tehát se nem hal bele, se... És amikor így csinálta, akkor se. Szép volt, Benny, tudod, meghalt négy bogán. Hozott egy bogarat, és én meg akartam nézni, hogy néz ki egy Szent János bogár, én nem láttam még. Internet? Nem. Érve? Igen, de nem, ő fogta, ugye, hogy van egy világ, tudod, egy gyereknek, egy négy éves gyereknek, van egy világító kis bogaracská, és az ő kis barátja, és megbeszéltük, hogy majd a bejáratnál elengedi, mert ugye akkor vissza kell engedni az anyukájához. Nálunk ez a duma. Aha. Engedd el, mert várja az anyukája. Ezt most még elhiszi és elengedi. Egy év múlva ezt már nem fogja. És fogtam az elemlámpámat, vagy illetve a telefonomat, és megfogtam, és fölkapcsoltam az elemlámpát egy pillanatra, és rávilágítottam a gyerek kezére, hogy mi van benne, tud, hogy néz ki egy Szent János bogár. Mögöttem önkéntes rendőrök. Abban a pillanatban, hogy jobbról-balról egy természetvédelmi őr. Puskával. Jó napot kívánok. Mögöttem önkéntes rendőrök, család. Azonnal osd el az elemlámpádat. Mondom, jó, mondom, nyugodtan menjetek tovább, mondom, nem kell szívinfarktust kapni, mondom, senki. Légy szíves, megkértelek, azonnal osd el az elemlámpádat. Mondom, figyelj, de ne önkéntes rendőrködjél, mondom, nyugodtan menjél tovább, semmi baj nem lesz a bogárnak, a családod, senkinek, megnéztünk egy bogarat, hozott valamit, de légy szíves, nagyon szépen kérlek, engedd el, és olsd el a lámpádat, nagyon szépen kérlek. Hát figyelj, hogy ez hogy? Mondtam neki, jó, mondom, nyugodjál meg, sétáljál szépen tovább, mondom, fogd a gyerek kezét. És a megoldás több szex. Eljött. Tovább mondom, most... Találjatok ismét egymásra, sokkal boldogabbak lesztek, és kiegyensúlyozottabbak. Ne most, igen, most hagyd abba az önkéntes rendőrködést, ne járasd le magad a gyereked előtt, mondtam neki. Én nagyon intelligens, nagyon finom, neked se jó, hogy mondom, a saját gyereked előtt járatod le magad, mondom, légy szíves, menj, tovább, senki nem fog belehalni, mondom, megvilágítottunk egy bogarat,
egy pillanatra. Az idegenvezető, megmondta, hogy nem lehet elemlámbát használni, légy szíves, kapcsoljátok ki! Itt egy másik. El tudom képzelni, hogy pont ugye ez a hang. És beesett egy vizes áron. A sötétben. Itt bekapcsolódott Viki is a beszélgetésbe egy más mederbe tele. Na, itt fordultam volna a sarkon, és elkosztáltam volna arra a gyerekkel. Gyere, menjünk! Hogy, anyunak most dolga van. Hogy miért visz erre? Vagy milyen véna kell ehhez? Mögöttünk jött egy társaság, ők is nagyon röhögtek, meg utána mindenki, aki elemlámpát kapcsolt, legyen szíves lekapcsolni a lámpát, szóltunk oda, tudták, meg nem tudták, hogy ki az, és mindenki lekapcsolt. Tehát elindult egy után, mert ezért nagyon jól szorakoztunk, de ez a család, ez tiszta erőből a nő, a férfi, és egyébként egy 6 éves, nagyon helyes kis forma gyerek, népnevelő jelleggel, igazidűből, igazából felháborodva elkezdtek olyan durván önkéntes rendőrködni, hogy én ilyenkor mindig nagyon finoman teszem őket úgy helyre, hogy egyébként ne bántódjanak meg. De hogy milyen véna kell lehet? Hát ez a... Elkezdenél valakit így nevelni, vagy felszólítani, és amikor azt mondod, hogy jó, le fogjuk kapcsolni, nem kell, semmilyen nem lesz. Az idegenvezető megmondta, hogy nem lehet, és légy szíves, most azonnal, és hallod a pasin, hogy ő ezen düböl felhúzta magát, majd bekapcsolódik kicsi felesége, és két önkéntes rendőr esik neked egyébként, és nem azt nézik, hogy nézd milyen szép, nézd milyen jó, hanem megy mert egy nem tudják nézni a rohadék elemlámpától, tudod, de hogy az elemlámpa nem ez volt, hogy Benny, hol vagy? És világítottam, a tenyerébe világítottam, egyébként többen megtették, valaki fotózott, hát ez semmi baj nem van. Van ilyen. Van ez a hogy ez az önkéntes rendőri véna, ezt nekem egyszer valaki megmagyarázza. De hogy ha te lettél volna Dezső, a biztonsági őr, akinek a füléből nő ki a csúkjás izma, akkor biztos nem mondta valaki. Kapcsolj le! De tudod, mi van? Ilyenkor ott vannak a földön, nem akarsz rájuk lépni, levilágítasz egy pillanatra, megnézed, hogy hol van kikerülőd, nem ettől lesz bajuk, az idegenvezető csoportvezető. Hát, sőt, nem is látod, hogy hol kezdődik. Persze, igen, elmondta, hogy lehetőleg ne, ha valami a kezünkben, Szent Jánosbogár, világítsuk meg, Szarvasbogár, fogjuk meg, tegyük le, mentsük le az útról, mert ugye ott van egy csomó állat. Tehát ilyen fokú megkeseredést, vagy ilyen fokú, én nem is tudom, hogy ennek mi a lélektana, utána még erről nagyon sokat beszéltünk. Amellett, hogy nyilván hangosan nevettünk rajtuk szegényeken, utána ők azért lemaradtak, nem tudtuk megállni. Nem is értem miért. Hogy ez mi? Megkeseredés? Elkeseredés? A saját életed egyfajta sikertelensége? Népnevelés? Önkéntes rendőrködés? Tanári véna? Vagy rendőri véna? Vagy ez mi? Van ilyen. Nem hagytam, meg nem hagytuk, hogy elrontsa. Nem. Tehát nagyon finoman bánták ők azt meg elég hamar, hogy elindították ezt a beszélgetést, de ilyenkor tudom, minél nyugodtabb, vagyis minél intelligensebben csinálna őt, ez annál jobban bántja. De hogy milyen véna kell? Szólnátok valakinek, ráadásul így, tűnt, ne arra úgy létsz, és jövünk mögöttetek, abban semmi nincs, igen, hogy mondom, ez egy másodperc volt. Ezzel sincs semmi baj, de amikor érzed, hogy ez nem az elemlámpáról szól, hanem van mögötte valami olyan frusztráltság, amivel ő meg akar téged nevelni, ami megmagyarázhatatlan. Megmagyarázni. Csak a gyereket sajnálom, hogy úristen, szegény gyereknek még 20 évig ezbe a családba kell lenni, mondom, te jó Isten. Még a télen voltunk egyszer egy templom látogatáson, és hát ugye köztudott, hogy nincsen túlságosan sok hajam, és a templomban nem volt fűtés egyébként, aha, és hozzáteszem, az idegen vezető, aki ott nőtt fel, ott minisztrált, ott bérmált, oda jár áldozni minden hétvég, tehát hogy gyakorlatilag egy helyre ugyanúgy sapkába volt, mint én. Oda jön hozzám egy néni, és azt mondja, hogy és a templomban leszokás venni a sapkát. Mondom, tetszik, az a baj, hogy agyhártya gyulladást fogok kapni, de hogy egyébként tényleg, ha már leveszem, de tetszik tudni mit? Én leveszem, menjen már oda legyen, és mondja már meg az idegenvezető úrnak is, hogy vegye már le a sapkát, mert akkor az is tiszteletlenség részéről. Néni, oda ment, az idegenvezető azt mondta neki, hogy kezőcsokolom, tetszik tudni, ebben a templomban nálam nagyobb hívő nincsen. Én itt kezdtem a pályafutó, ide járok minden. Hogyha én itt 30 év. De hogy egyébként köszönöm szépen a jó tanácsot, na, egyébként meg nekem sincsen haja. és picit félek tőle, hogy annyi. És tudod, így, hogy minek? Igen, de a tegnapi témához rákapcsolva, ez de a típus nevel meg téged az úton is egyébként. Közben, ő az, aki a Logannel, meg a Suzuki-val egyébként megnevel. Nem kezdem el, de hidd el, hogy meg akartam nézni, hogy milyen autóval jöttek, mert ehhez az emberhez tartozik az a fajta kocsi, aki egyébként lehet bárkit elkezd nevelni az úton, mint önkéntes rendőr. Lehet. És láttam rajtuk, néztük őket egy hogy nem az bogarakat nézik, hanem a gyerekkel és két emberre azt nézik, hogy ki mit csinál. Elmész Szent János bogarat nézni alcsútra, és nem a bogarakat nézed, hanem nézed, hogy világít a lámpa, morgolódsz, ott is be van egy kapcsolva. Miért nem kapcsolja meg? Érted?
De hogy, ő már keresi. Hogy milyen élete lehet ennek? És várja, és azt hiszi, hogy kinél van bekapcsolva a lábam, és mész mögötte, tudod, és úristen. Miért nem a bogarat néz? Hogy nem mindenki tesz helyre. Itt is például a turista csoportban volt egy úriember, aki állandóan elővette a videót, a kis készülékét és videókat készített templomról, ki volt írva ekkora betűkkel. Mondta neki először az idegen vezető, hogy elnézést, uram, ki van egy tábla, nem lehet videót készíteni. Ha valaki kíváncsi a templom, eljön ide, megnézi, ez nekünk is érti, ugye? Jó, oké, elteszi. 2 perc múlva hátra nézem, mert bejött a kezébe. Idegen vezető megint szól neki. Elnézést, ne haragudjon, ha esetleg eltenné, mert most már szóltam egyszer, de hát harmadszorra, megint természetesen elővette, megint eltette, elővette. És akkor mondta az idegen vezető, hogy én még ilyet nem láttam, én 20 éve vezetek ebben a templomban, hanem minden hetente, 6-szor, nem tudom mi, és hogy nem igaz, hogy szólok, és nem. Na, hozzá nem ment oda a néni. Pedig ismerős, hozzá nem ment oda, de minket helyre tett. Lehet, hogy a néni csináltatta magának. Ja, igen, mert legyek rajta. Gondold el, hogy jól le, mint a de hogy milyen szörnyű az életed, hogy az, hogy te más nép nevelsz, ez egy dolog, de hogy önmagaddal kell együtt lenni a nap 24 órájában, és mindig azt hiszed, hogy hol ki tudsz, hogyan nép nevelni, önkéntes rendőrködni, beszólni, morogni. Most elkezdett, igen. Hogy milyen szörnyű életed. A végén már mentek ott előttünk, meg néztem őket így idég, a végén majdnem odaszaladtam, és hátulról átöleltem őket. Tehát volt egy ilyen, hogy úristen, szegények, milyen szörnyű, adjátok a gyereket nekünk, majd mi fölnem. Legalább a gyerek ne szívjon. Most egy kedves hallgató, hogy Jani egy férfi épületen belül le kell venni a sapkát, szóval tényleg egy gyökér voltál. Hát, na, szerintem ez nem a hallgató, ez a néni. Néni, kezdi csokolom, örülök, hogy újra találkozunk, ha így az ételen keresztül is. Miből gondolt egy hallgató? Persze, a néni írja, hogy egyébként egy gyökér vagy. És nekem is írják. Persze, hát azért, mert neked terepjárod van, nekik meg kis autójuk, akkor ugye? Már te világíthatsz nagyobb fényel, mint egy Szent János bogár, ugye? Ez biztos, hogy megismerem a szavajárását. Neked a néni írt. Azért is megyek egyébként ezekbe a templomba, hogy gyökérkedhesse. Aztán beszélek is róla adásban, hogy az összes többi gyökér is, aki kíváncsi ezekre a templomokra, elmenjen és megnéz. Alapjában egy konfliktus kerülő vagyok, de én nagyon szeretem az ilyen embereket, sőt kicsit várom. Sőt, örülök. Egy ilyen Szent János bogárnyi fény gyullad bennem, amikor így elindul egy ilyen. Na, kis úgy harc. Érzed, megmentetted az ő lelküket? Nem, olyan finom, nem, ilyenkor nem lelket mentek, olyan finoman intézem ezt, és olyan elegánsan, hogy azt is megbánják szegények, hogy eljöttek az alcsúti arborétumba, és nem álltak meg felcsúton. A szomszéd azt, hogy minden reggel kioktat, hogy jó lenne, ha lábtörlőmet kicserélni, mert éppen itt az ideje, hogy néha azt is takarítsam. Na jó, nem, tényleg. Uh-huh. Nem akarok egy ilyen világban élni. Meg akarok halni. Volt a közelünk egy bácsi, ott sétált minden nap az utcát, ott lakott, nem nincsen sem meglepő. Ő például előszeretettel kiabált be a kertbe anyámnak, hogy minek maguknak ekkora ház? Én egy ilyen világban nem akarok élni. Anyám egy idő után mindig azt csinált a szegény, hogy amikor meglátok, ha hátra ment. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi.